uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Stúdióban Vadon János és Jumur Jack. Igen, annyira fáj a szemem, meg örülök. Te milyen belement valami? Nem tudom, lehet, hogy a Beni kötőhártyagyulladást kapott, és lehet, hogy elkaptam én is. Basszus. Igen. Most nem akarlak rémiszteni, de akkor nyilván az szokott menni, hogy végigmegy az egész családon. Igen? Hát szerintem. Jó, az egy terjed, nem? Vagy azt így elkapott te is? Vagy az egy ilyen rossz dolog? Tudom, hogy buhárúságot jött. Igen, mindjárt rátszörög a babysitter, hogy lemondaná a mai napot, mert... Mert ő se lát. Vagy igen, hogy meg nem tud jönni. Na, Feri nincs ma. Nincsen. És holnap sem. És holnap se lesz. Holnap után se, de ez nem annyira meglepő. És ez nem fog feltűnni senkinek, de ma meg holnap nincsen. Egy picit kivett egy kevéske szabadságot, hogy kipihenje az elmúlt hónapok fáradalmait. Nem tudjuk, hogy hova ment. Dehogy nem, Békés Csabára, a Kolbász Fesztiválra. Is, nem? Nem, oda ment. Oda ment? Mondta is, persze. Ja. Na, és mindig én vagyok megvádolva, hogy nem figyelek senkire meg. De azt hittem, hogy valahol elmennek valami hosszabb időre külföldre esetleg. Nem, a Csabai Kolbász Fesztivál, és még mondta is, hogy hoz egy csomó mindent. Igen? Így lesz, Zsűr? Tett egy ilyen könnyelmű ígéretet. Aha. De hogy aztán mit hoz majd, az csak hétfőn derül ki, de mondta, hogy ott van otthon. Hát tudod, vág, szúr, ilyenkor lubickol ebben. Aki mozog, levágja, aki jön, megböki. Ha akarod, hanem kolbász csinál belőle. Hát ezt nagyon szeretném. Megisszam. Igen. Ha hátba verik, visszaüt. Tehát, hogy ezt... A késránt, a kis késránt. Igen, ő ezt nagyon kedveli. Ő ebben lubickol. Úgyhogy ott van. És ezért nincs. Na, mi újság egyébként? Nem mondom, hogy régen találkoztunk. Igen, tehát, hogy mit mondjak egy ilyen nyilvánvalóan álságos kérdés, amit hogyha elindítasz, már te is érzed, hogy valószínűleg nem tudok sok olyan dolgot mondani, amit nem együtt éltünk át a tegnapi napon. Én is kérdeztetném, mi történt veled tegnap óta, amióta nem találkoztunk egyébként? Hazamentem, azt aludtam. Ugyan, mert hogy tegnap is együtt voltunk. Tehát, hogy gyakorlatilag minden időmet megpróbálom majd arra fordítani, hogy kicsit feltöltődjek, mert hogy az elmúlt hetekben gyakorlatilag ilyen 120%-on pörgünk, egyik helyről megyünk a másikra, egyik helyen forgatunk, aztán a másikén is forgatunk, aztán műsort csinálunk az egyikén, aztán műsort csinálunk a másik helyen. Igen, voltál felvonulni valahol? Sikerre, persze. Délután? Felvonultam az utcánkban. Felvonultál az utcában? Volt? Nem. Hát ugye a környékünkön nem kell messzire menni ahhoz, hogy gyakorlatilag egy utcát, hogy meg tudjunk emlékezni az 56-os eseményekről, mert van egy nagyon szép emlékműünk már egy ideje. Ott volt egy ilyen komolyabb megemlékezés, tegnap este én is kimentem, amikor már nem volt senki kint, úgyhogy általában nem nagyon szeretek csatlakozni az ilyen tömegrendezvényeken, hát ha valaki fölkapott egy macska követ, igen. És a hátba dob vele, vagy ilyesmi. Mondjuk amilyen, vagy pont téged találnának. Egyébként simán lehet. De hogy nekem ez így pont elég lenne ahhoz, hogy megint belekeveredjek valamiben. Úgyhogy nem. Én elsősorban így belül emlékezem kívülre. Ezt meghagyom másoknak. Igen, az nem annyira jó. De békésen zajlott, nem? Nem volt semmi. Istennek, igen. Ugye? Tehát, hogy nyugi volt, nem volt, mindenhol levonult. Semmi extra nem volt. Hál' Istennek nem volt semmiféle ostoba szobordöntögetés, meg mindenféle ilyen izék, ilyen média hackek. Hál' Istennek nem lehet most semmi ismiről olvasni, hát mindenki a saját aspektusából nézve megemlékezett az 56-os eseményekről, és akkor nyilván igyekezett belekeverni egy kis aktuál politikát, és ahogy ez már lenni szokott. Hát igen, most már azért persze. Persze. Készül mindenki a jövő évre. Na jó van. Na, ennyi közlekedésünk van már kora reggel, de jó Isten, mi történt? M5, 86-os, ott van egy baleset. Román kamion, személyautó, te jó Isten. Ez az 52-es kilométer lehajtó után 1 kilométerre Pest felé szintén van az M5-ösön egy baleset. Kamion az elválasztón, mindkét irányba káosz várható. Tehát akkor az M5-ös 84-esén és az M5-ös 52-esén is van valami. Megint alkotnak a román kamionosok. Észrevetted? Igen. Megint akcióba léptek. A fekete-fehér játékban alázna minket valaki. Most viszonylag jó vagyunk, mert 2-0 ide, és hát mondjuk páros hét van, tehát még akár döntetlen is lehet, de szerintem tegyünk róla, hogy ne legyen. Jó? Kis sikerélményre szükségünk van. Hát ha most behúzzuk, akkor meg vagyunk.
olyan szombati hangulatom volt tegnap, én ezt a szerdát nem tudtam hova tenni, nem? Végig még szerda este volt, mondom, most akkor holnap megyünk, vagy nem? De hát miért mennénk, hiszen szombat van, ugye nem szombat van, szerda van. Ez a hét közepén egy szűnnap jó, de hogy ilyen nagyon fura. Nem? Akkor meg amikor eszembe jutott, hogy a másnap viszont tényleg menni kell, akkor meg átváltott a szombati feeling vasárnapi feelingbe. Itthon voltam egy kicsit, de egyébként meg nem olyan sokat, hogy úgy érezem, hogy tényleg két vége, de ahogy akkor holnap menni kell, akkor vasárnap van. Jó, megint kezdődik egy hét. Ja nem, csak két nap. Na mindegy. Úgyhogy teljesen össze voltam zavarodva. Ezt az ember nem tudta valóban tenni. De miért nem tudott ez most csütörtökre esti, mert akkor négy napos szünetünk. Hát, vagy kedre esti, nem? Tehát a kedd is nagyon jó, a csütörtök is nagyon jó. A hétfő péntek is jobb, mert akkor 3-1-be. Feri csinálta jó. Tessék? Feri csinálta jó. Feri volt a nagyon rutinos, igen. Jani, te gyáva azt mondtad, hogy ma nem mész dolgozni, írja nekem egy kedves hallgató. Igen, egyébként igazod van. Tényleg. Picit benyulasodtam. Tényleg ma az volt, hogy egyedül leszek. De ha akarsz, holnap még lehet. Ha nagyon erőszakos vagy, rá tudsz venni. Egyedül lenni? Persze. Hogyha sarokba szorítasz, érted? Ha nagyon megzsarolsz, hogyha nyomást gyakorolsz rám, akkor esetleg lehetsz holnap egyedül. De csak ha nagyon akarsz. Nem akarom. Na, majd, ha egyszer úgy, igen, majd ha egyszer úgy jön ki, hogy mondjuk egyszerre betegedtek le. De direkt ne legyek egyedül, az nem jó. Az a baj, hogy nekem az ilyen légzőszerű megbetegedés, nem nevezném, de ezen az akut ilyen nyálkahártya problémájon kívül nem szokott lenni semmi olyan, ami miatt otthon kéne maradnom. Igen, hát te nem vagy ezen nagyon beteges. Hál' a jó Istennek, de hát mindegy, ettől független. Még van bent azért néhány nap szabadságban, egy pár hét, tehát hogy még éppenséggel lehetne, szívesen pénzét tenném. Neked pár hónap van még. Atya, úristen, soha nem fogom kivenni őket. Az egészen biztos. Na mindegy. Viszont a morningshow.hu megújult, ezt már nagyon sokszor mondtuk, így a korábbiakban is, és még többször fogjuk mondani, ahogy gyakorlatilag hétről hétre frissülni fog, mert a szerkesztőink, ilyen minek hívják azt, webmesterünk folyamatosan dolgoznak azon, hogy szépüljön, épüljön, puccosodjon az oldal, és ha van rajta jelenleg is egy nagyon jó kis pályázatunk, ami napról napra egyre viccesebb képeket töltenek fel a kedves hallgatóink, aki még nem tette meg, azt töltsön fel, aki még nem akar feltölteni, és nem akar nyerni mondjuk 50 000 forint készpénzt, mert hogy az első helyezett ebben a pályázatban 50 000 forintot fog nyerni, és a második meg a harmadik sem fog egyébként üres kézzel elmenni. Szóval, hogyha valaki nem akar feltölteni, az is menjen fel, mert marha viccesek ezek a fotók. Tehát, hogy gyakorlatilag napról napra felkerülnek újabb és újabb, egészen elképesztő. Sok van fönn már? Durva, nagyon sok. Tényleg? Nagyon sok. Nagyon sok, és most már megjelentek az állatok is, tehát most már nem csak olyanok vannak, hogy a papa, mama, nagypapa, nagymama, meg a gyerekek, hanem most már vannak fönt kutyák, cicák is, mindenféle állatok. Meg egyébként egy néhány értelmezhetetlen sztori is, amit nem tudsz, hogy most mi. Tehát, hogy reggel egy épület. Tehát, hogy jó, hát az épületeknek is van reggel, nem csak délután meg este. Jaj, valaki föltöltött egy épületet, tényleg? Ilyen is van. De a legviccesebbek nyilván azok, amiken ilyen rettenetes állapotban látni embereket, hogy ilyen papírtárcák között, meg üres műanyagos poharak, meg... Arra lennék, hogy ők tudnak-e róla, tudod? Heverni. Ja, hogy ők tudnak-e róla, hogy valaki csinálta róluk a fotót. Hogy valaki, igen, hogy vagy a tudtukon kívül lett lefotózva és elküldve. Valószínűleg nem is tudnak róla, nem? Egy csomóan. Minden egyes jogi következménytől elhatároljuk magunkat, mert semmi közünk hozzá. Semmit nem vállalunk. Semmit, az ég egyadt a világon. A Feri átvette ezt az új kígyósi dolgot? Most látom, hogy posztolt a Facebookra. Igen, fönn van. Persze, állítólag egy fotó is van fönn. Nagyon jó, mert hogyha valaki esetleg nem hallotta volna, pénteken beszélt arról Feri, hogy kap egy ilyen új kígyósért, ilyen Pro Urbe díjat, egy aranypecsi gyűrű formájában, amin új kígyósnak a címere látható, és ami egy komoly összeget kóstáló kis csecsebecse, egy kis fuchs, úgyhogy ilyen formán Feri kifuchszolódott. Ő egyébként nem nagyon szokott hordani magával semmiféle bizsút, ez nem is az a kategória egyébként, de szerintem nagyon-nagyon cuki, hogy így az ő szülőfalúja új kígyós így értékeli az ő munkásságát az elmúlt években is, hogy sokat tett a falunak a megismerésért, hogy beépüljön a falunk neve a köztudatba. Van egy hosszabb Facebook bejegyzés, majd 7 óra után felolvasom neked, hogy mit írt, addig ne olvasd el. Kíváncsiak leszünk rá nagyon. Én már látom. Atya úristen.
Szép a pöcsét, igen. Ú, nagyon szép. Láttam már ilyet egyszer az Aradi kaszinóban mellettem, egy roma vajna. Az Aradi kaszinóban? Igen. Tényleg. Nem, semmi kamu nincsen abban, amit mondok. Ott állt mellettem az ember, egyébként nagyon nem volt neki öltözve, pedig hát ugye kaszinókban fel szokott öltözni az ember, még én is. És ott játszott mellettem, és nyakában lógott egy ilyen a vaskapu szabályozásánál használt ilyen irgalmatlan láncra keresztbe, hogy hajóvonták ne találkozhassanak egymással, típusú ilyen lánc lógott, full, mondom, az egész ilyen 14 karátos arany, a végén egy ilyen fél aranytégla, amit nem tudom, mivel ketté törtek, és az ujján pedig volt egy foglalatba szuszakolt, teljesen formátlan, de annál nagyobb és nehezebb aranydarab, ilyen aranyrög, mint hogyha nem tudom, éppen gyakorlatilag csak lemosták volna róla a homokot a Yukonnál, amikor előbányázták, így ez volt foglalatba erőszakolva, és ott játszott mellett, és így néztem, és nem is tudtam a játékra koncentrálni, mert nem azt hiszem, hogy úristen, ez az ember most jött valami aranybányából, vagy nem tudom. Ezeket a pecsétgyűrűket annyira nem értem. Sokan szeretik, de nekem nem. Gyerekkoromban nagy fétisem volt. Én többet szerettem volna, ha mert ilyen marhára a menő volt, meg nagyon tetszett az, hogy akkor belenyomod a viaszba, és akkor ott marad benne a lenyomatod, és akkor még írni kiségem kell megtanulni mellett. Egy ezért, másrészt meg volt egy ismerős, aki valami erdészeti szakközébe vagy főiskolára járt, és nekik volt egy nagyon speciális gyűrűjük, ami 4 karika volt, de ilyen formált karikák így egymásba fűzve, és hogyha tudtad a metódust, hogy kell összerakni, jobbra-balra forgatva, alulról, felülről, kívülről, belülről, akkor összeállt egyetlen gyűrűvé az egész, és a tetején volt egy falevél. És én ezért meg voltam őrülve. Úristen. És addig nyüstöltem a csávot, amíg szerzett nekem egyet. Aztán valami nőnek odaadtam azért, hogy hát, hogy összejöjjünk, de természetesen nem jöttünk össze, csak a gyűrűt nyúlta le, úgyhogy nagyon megérte. Ez egy biznisz volt. Ez egy nagyon vidám sztori. Mondtad, hogy vegyél a szüzességet, és odaadod a pecsétgyűrűt. Így van. A pecsétgyűrűt elvette, de szüzességedet nem vettem. Nem, pedig mondtam neki, hogy választod, bárhol elvehetél szüzességet, meg itt van egy gyűrű. Megvetted egy pecsét gyűrűvel? Így van, de aztán meglepett a gyűrűvel a személy. Úgyhogy nem csinált semmit? Nem, pedig már neki vetköztem. És ott álltál? Így van, pedig már fogtam a bokám. Csak egy pecsét gyűrű volt rajta, semmi más. Vártam, aztán mondtam, hogy hamar, most hát tényleg visszahúzom, mondom, drágomat, megfázom. És kérdezted, hogy hol vagy Imre, hol vagy? Nem ezt mondtad, Imre. Te szemét is szaladtam, de nem tudtam nagyokat lépni, mert még a gatyám a lábam. Igen, és ez viszont összekötötte a cipőfűződet, és elestél mesztelen. Igen, elestem, és akkor jöttek be a többiek, feloltatok a világ. Nagyon nevettek, csináltak képeket a szemenájukkal, és aztán pedig elmentek. Igen. Remélem, soha nem derülnek el, vagy kerülnek elő a képek. Úgyhogy így történt. Nem megy a morningshow.hu. Nem baj, majd megy. De most valószínűleg azért nem megy, vagy csak nálunk nem megy? Nem, hogy nálunk nem megy. Hát, hogy nálunk nincsen net. Nem, maga az oldal nem megy. Annyira rohamozták meg a felhívásodra a fotópályázatot, hogy egyszerűen betérdeltették a honlapot, úgyhogy leállt, most senki ne keresse, senki ne menjen föl, de ahogy működik, akkor mondjuk. Jó? Technikai üzemzavar. Üzemzavar elhárítás. Nem baj, jó lesz ez. Minden egyes leállás után még szebb és jobb lesz az oldal. Igen. Ne dörgöd a másik szemedet is, mert arra is átrakod a kötőhártyát. Tényleg? Van ilyen? Így van. Tehát, hogy az egyikkel jó, most az a jó egyébként, hogy az egyikkel nem volt semmi gond reggel. Tehát, hogy csapdát rám az asztal túloldalán, és próbáld meg átpöckölni. Ja, mert van valami szemcsepp, nem? Van. Van egy homeopátiás, meg nem homeopátiás, írta valaki egyébként. Ma megint kezdesz Bud Spencer-esedni egyébként. De tényleg, lassan tényleg itt egy csík lesz, amit megpróbálsz majd keresztül nézni, de nem fog sikerülni. Mert a bal szemeddel semmi gond nem az volt. Az a semmi. Addig láttál vele. Atya. Hol vagy? Honnan beszélsz? Honnan beszélsz? Nem nagyon látlak. Csak hangokat hallok. Na, most többen azt írják, hogy 1-1 van. Most akkor mi van? 2-0 van, vagy 1-1 van? Mert Jani szerint 2-0 van. Jó, akkor 1-1. Na, de azt hittem, hogy bejön, nem jön be. Mondasz. De hát nem, most hazudtam. Én neked hiszek inkább. Ennyi. Mennyi az állás, Anna, végül is? 1-1? Annát nem lehet megvásárolni. A francban ennyien sok emlékeznek rá. Miért figyelik ennyire a műsort? Jó, akkor 1-1. Na. Igen, nyert a csaj. Mi a különbség? Nyert a csaj kedden. Igen. De mondtuk is, hogy talán joggal, mert hogy a Feri kicsit passzív volt, én úgy emlékszem. Igen, viszonylag lassú volt. Mondjad, ki miért volt? Ki miért volt és körben font? Úgy volt, hogy hétfőn Jani játszott Renivel. Igen. Igen, és utána meg a Feri játszott kedden. És a Feri bepasszívosodott. Igen, oda beírtam ott határozódott. Aha. Igen, és akkor 1-1 lett. Bepasszult, és... Bepasszult. Feri bepasszult. Annyira bepasszult, hogy...
Most kettőt kellene nyernünk ahhoz, hogy milyen legyen a hét. Igen. Ez jó, most felfedeztem egy új szót, ezt fogom használni. Befasszul? Ezt igen, ezt most kitaláltam. Ha a játékos passzív, akkor mondjuk, hogy miért passzultál be? Tehát akkor kedden felé bepasszult. Így van. Jó. Hát kihúzták, igen. De az kihúzták. Akkor egy-egy van. Bepasszult és körben font. Megint tettétek a Ferit, így mondom. Feri kapott egy, intést. Lentről, kellett folytatni a birkózást. Igen. Jól van, oké, lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan, jó? Mennyi az idő? Órát sem látok. Csak komályosan. Még egy muzsika belefér? Ha van itt, addig fölmegyek az üzemorvoshoz. Van itt ilyen, hogy üzemorvos? Van. Kell googolnom 10-et, hogy megbírja a vérnyomásomat, meg egy tömőfekvőtámaszt csinálja, vagy mi van ilyenkor? Hát szerintem 10 után van. Hogy 10 után? Mi van, valaki most lesz rosszul? Hát annak túl kell élni ezt az elkövetkező cirka 3,5 óra. Az üzemorvosok nem mindig ott ülnek? Nem. De szerzünk neked egy egészségügyi ládát, abban van mindenféle érdekes dolog. Rárakunk egy mullapot. Megvágsz? Persze, bejódozzuk és rárakok neked egy mullapot. Jó, és körbetekerem a fejedet, hanszabban. Figyelj, jó betadin, az bármi gond van, az addig segít, nem? Tehát az mindenre tehető. Legnagyobb, megveszem be még rá egy kalmópirint, vagy ilyesmit. Ezek nagy csoda. Így tudom, iszom rá vitakolán, elszopogatok egy faringot. Lefújnak lidokainnal. Egy jó kis lidokainnal, az mindig jó. Na, Karolina most hozta, hogy van egy baleset, amit már mondtam is egyébként, de mondom még egyszer, a Budapest felé vezető oldalon, az M5-ösön, a 84-es kilométer szelvénynél egy kamion nekiütközött a belső szalagkorlátnak, majd ráadásul még egy személygépkocsinak is csapódott, és félpályás útzár van. Folyik a mentés és a helyszínelés, úgyhogy M5 Budapest felé 84-es kilométer, ott lesz egy kis dugó. Jó, lehet jelentkezni a játékra, ez egészen biztos, mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 6:30 van. Ez itt a Morning Show. 3:47, múlt pontosan 4 perccel, hello mindenkinek. Az M5-ösön van egy baleset a 87-es kilométernél Pest felé, mégis a szembelévő oldalon van a káosz, mert a kis édes kamion a szalagkorlátot átszakítva átzúgott a szembelévő oldalra. Brutális, puszi Marian. Aha, tehát, hogy Pest felé ment, de átment a szalagkorláton, és ezért akkor gondolom, hogy Szeged irányában van a dugó. Az kemény. Hát, illetve nem. Mert akár most már lehet mind a két oldalon, hiszen az egyik sávból átment a másik, most ki tudja, hogy áll az a kamion. Igen, hát azt mondom, hogy mégis a szembelévő oldalon van a káosz, tehát nagyon nem káosz. Pest felé, hanem inkább Szeged felé. És nem mehetett lassan, hogyha ez a kis mutatvány sikerült neki. Igen, hát gondold el, azért azt így átszakítani, átmenni a másik oldalra, az nagyon kemény. Na, azt mondja, ne arcoskodjatok, harcoljatok. Írja Marci. Jól van, harcolunk, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Szép jó reggelt kívánok! Hello, Laci! Sziasztok! Szia, Laci! Laci, honnan hívsz minket? Karcagról hívlak titeket. Karca! Kertben vagy családi ház? Kertes ház, most kijöttem ide az utcára, mert autóval jönnek, majd értem, megyek dolgozni. Na, hova mész, mit csinálsz? Debrecenben megyek dolgozni, autót próbálok szerelni. Mennyi Karcag Debrecen, az mennyi? Hány kilométer? Hát ez egy ilyen, hát kaputót a magáig a cégig egy ilyen bő 70 kilométer. Ezt minden nap megteszed? Minden nap, igen. Azt a mindenit. Reggel oda, este vissza? Igen. Értelemszerűen hülye kérdés, persze, nem. Reggel oda, és csak pénteken este vissza. Délelőtt. Igen. Az kemény. És ki jön érted? A főnököd, vagy ott valaki, aki ott dolgozik? Hát munkatársak járunk be, többen szerelők is dolgozni, felváltva vezetünk. Aha. És így, ahogy jön a beosztás, most szerencsére ilyen alvós napom volt, mert sofőrök hamarabb kezdenek. Figyelj, és ti fizetitek a benzint, vagy az ilyenkor benne van, vagy fizetik nektek? Mert azért napi 101 kilométer... Teljes mértékben céges vonatkoztatás, autó is céges. Aha. Meg cég tankolja. Ez korrekt. Az nagyon korrekt. Jól van. Na és kivel szeretné játszani, Laci? Hát én a Janival próbálkoznék. Igen? Janit szeretnéd tönkre vágni? Hát amennyiben sikerül. Hát, nem tudom. De próbáld meg, aztán meglátjuk. Mindig jó lesz.
Jó? Jó. Indítsuk el az órát? Készen állok. Készen állsz. Hát akkor hajrá, sok szerencsét. 3, 2, 1 és tessék! Jó reggelt, Jénikám. Szia, jó reggelt. Szeretnél kérdezni? Belekezdtél valamibe. Parancsolsz? Belekezdtél valamibe. Kérdezni akartam, hogy ilyen autószerelő iskolát végeztél? Ez az eredeti szakmád is? Eredeti szakmám? Természetesen. Uh-huh. És ilyen civil autókat szereltek, vagy mezőgazdasági gépeket? Személyautókat szerelünk, kimondott márka szervizbe dolgozom. Uh-huh. Japán, és... német? Melyik? Japán. Japán. Tudtad, hogy nekünk is japán autónk van? Sejtettem. Még az is lehet, hogy olyan, amiket én szerelek. Uh-huh. Elégedettek vagyunk vele ám nagyon. Messzeföldő híres az a márka, amit mi is szerelünk, ha néha elromlik. Neked is ilyen van? Nekem másmilyen van, szintén egy japán, de nagyon kiszemelt egy-kettő olyan modell, amit mi is szerelgetünk, de még most nem elérhető számomra. Uh-huh. Ja. Mi van? Nem azt mondtad, hogy nem elérhető számomra? Hoppá, mert hogy most járt le az idő, így van. Pedig olyan gyönyörű szépen eljátszogattunk itt egymáson, hogy észre se vettük, hogy így repülőzik. Igen, nagyon helyesen, aranyosan szórakoztattátok egymást, igen. De hogy ez még időn belül volt, szóval, hogy igen, egy ilyen 5-6 másodperc lett volna körülbelül. Ahogy szoktátok mondani, érzékeny pontjára... Igen, érzékeny pontot tapítottunk, elbeszélgettünk itt egymás, elhaverkodtunk, mind a ketten örültünk neki, hogy valamilyen szinten japán márkákhoz van közünk, aztán itt te bedurantottál egy nemet. Igen. Pedig nagyon szimpatikusan játszottál egyébként. Nem volt benne hiba, csak ez a pici a végén. Nem kellett volna túl sok egyébként, tényleg. Hát ez van. Laci, ne haragudj. Majdnem megvan az ajándékcsomag, de nem tudjuk odaadni. H-betűs autókat javítotok? T-betűset, és vannak benne O-betűk. Aha, értető. Jól van. Az a mely? Nissan? De, hogy értem. Bocsánat, Nissan vagy a Mitsubishi? Mitsubishi? Vagy melyiket csináljátok? Suzuki, igen. Oké, hát jó utat neked, Laci, sajnálom. Ne haragudj. Köszönöm szépen. Jó reggelt nektek. Jó munkát, sziasztok. Hello. Jól van. Na, egy picit akkor megnyugodhatunk, de nem nagyon. Mert a holnapit is hozni kell mindenképpen. Működik? Igen. Működik. Holnap te is játszhatsz, mert ugyan... Nem feltétlen kell, hogy én játszak. Látni nem látsz, hát mert beszélni tudsz. Hát de miért? Hát ha most ekkora formában lendültél, akkor nyugodtan told végig a hetet. Hát nincs ezzel baj. Jó, hát ha úgy érzed, akkor igen. Maximum, ha 2-2 van holnap, mert ugye most 2-1, akkor esetleg be tudok szállni egy döntőre. Jó. De jó. Ha gond nélkül behúzod, és holnap 3-1-en nyered a hetet, akkor nincs dolgom. Igen, legyen így. Viszont fel kell majd hívnunk valakit, valamilyen szappanopera szereplőt, mert utána olvastam a betegségednek, és azt írják, hogy ha allergiás eredetű, akkor nagyon sokat tudnak segíteni a különböző kitűnő műkönnyek. És hát úgy... Egy jó barátok, ezen nagyon sok műkönnyet elmorzsolnak. Tehát, hogy ők biztos, hogy értenek hozzá. Igen. És ki kell mosni. Igen. Tiszta vízzel. Most ki, és ne piszkáld. Nem, a szemedet. Ja, azt hittem, a műkönnyet kell tiszta vízzel. Vedd ki, mosd be, rakd vissza. Feri elég passzív volt ma reggel. Kicsit egyébként tényleg passzív, igaz? Csöndesebb, de hét után azt mondta, hogy egy kicsit beszél. Megfontolt, de nem hibázik. Igen, ő már egy kicsit passzív. Semmi gáz nincs az M5-ös pályán a balesetnél, 2 perces a várakozás. Orsika küldte nekünk. Köszi, Orsika. Igen. A román kamikáze kamionosok ma megint nem bírnak magukkal. Üdv egy magyar kamionos. Üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. Na jó van, 4 perc múlva pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 7 óra múlt 8 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Hello. Szia, Bali! Szemed? Jól van. Jó, akkor nem van minden. Minden oké, okay, jól vagy? Meg. Jól vagy, minden oké, okay, jól van. Na most jól ide van, értél. Te kis. Jobban van a szemem egyébként. Már amennyire jól lehet így kora reggel. Van egy friss közlekedési hírünk, itt van Viktor. Hello, Viktor, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Merre vagy? Mit csinálsz? Blahánál jöttem el egy pár perc, és át a villamos a 4-es 6-os, méghozzá a Blahától ugye a nyugati felé át, egy emberkét próbáltak rajta, nem tudom, a mentősokat voltak, aztán próbáltak vele amit kezdeni. Ajja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 j
És most kiment ott a mentő? Persze, persze, ott volt a ment.
hogy azóta már alakult-e a dolog, vagy vége van, mert én mondom egy ilyen 2-3 percre jöttem el ott a Blahánál. Azonnal utána nézek a BKK-nak a Facebook oldalán, megnézem, hogy írnak-e róla valamit. Azt mondja, hogy hát ők azt írják, hogy, hogy a 4-es és a 6-os villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Na! Akkor rendben van. Látod? Ezt 6 percet tették fel. Akkor megy már. Tették, lehet, hogy aha, akkor lehet, hogy a Blahától már akkor lehet közlekedni a nyugati irányába. Oké, Viktor, köszi, hogy elmondtad. Köszi, ciao. Szia, szép napot. Aztán M3-as Miskolc felé a szélső sávban kamiongumihever a 83-as kilométernél, valamint Pécsen valószínű írni akarnak az égre, mert olyan csikos, mint a második osztályos nyelvtan füzetem. Ezt Feri küldte nekünk, köszönjük szépen. A Ceglédi vonalon fél órás késéssel közlekednek a vonatok, a tájékoztatás szokás szerint nulla. Ezt Tomi küldte nekünk. És semmi gáz nincs az M5-ös autópályán, van ugyan egy baleset a 84-es kilométernél, de körülbelül 2-3 perc csak a várakozás, úgyhogy nem kell túlságosan sokat várni. Köszönjük szépen. Tegnap volt a szülinapom, nagyon szeretnék játszani veletek. Balázsral egy évjárat vagyok. Így a Rita. Isten életesen sokáig, így utólag is. Hát azt nem tudom, hogy meg tudjuk ígérni, hogy ő játszon. Ön? Hogy ön játszon? Hogy ön játszon ő hogy, vele. Hogy ön játszon, kedves Rita. De ha és amennyiben tudjuk vállalni, akkor megígérjük önnek, kedves Rita. Most miért van itt két telefon? Azt mondja, hogy hát megbízhatatlan az az egy. Melyik az enyém szerinted? Az egyik nagyon tiszta, nagyon szép, nagy. Teljesen egyértelmű, nem? Hogy a másik ránézés is megmondja az ember. Összefogdosott, tehát igen, az a pedig az enyém a gyerek. Hát használod. Hát meg ahol gyerek van, tudod, ott egy picit más, tehát ő így... Ahol gyerek van, ott nincs is telefonod, mert ott az a gyereknek a telefonja. Tehát érdemes lenne megnézni az én telefonomat, hogy mi van rajta, ami az enyém, meg rám vonatkozik, meg rám utal, és mi van rajta, ami a gyerekre utal, gyakorlatilag minden az övé. Ami a gyereknek tetszik, az az övé. Az nem másé, az nem a tied, az nem a feleségedé, az nem az anyádé, nem az apádé, nem a testvéré, az az övé. A amit gyerek akar, mindent persze kisajátít magának, de ettől szép az egész sztori, és ettől imádjuk. Ma adják ki az új telefont ebből. Igen. Tudod, és akkor mindig ilyen... Ja, tudom, azt a puccos... Most mi bajod van vele? Azt az igényes, szép, jó, ízléses... Az. De hogy az... van, aki szerinted képes ezért órákat sorban állni? Hát... Biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy valaki már most ott van, nem? Biztos vagyok benne. Hogy az valaki meg ez nagyon fontos. Hát én is ismerek olyan kollégát, aki ebből a telefonból mindig megveszi a legújabbat, függetlenül attól, hogy mondjuk az erőlépése az előzőhez képest. De én ezt tökéletesen megértem, mert én is azért rá vagyok gyógyulva egy-két dologra, tehát hogy nincs ezzel nekem semmi gondom. Mindig előrelépés, csak a laikusok mindig nagyon nagy dolgot várnak, és majd azt hiszik, hogy a nyomógombja kivetíthető lesz az asztalra, meg nem tudom, és akkor nem olvasnak ilyet, csak azt mondják, hogy nem előrelépés. De aztán kiderül azért, hogy mindig van előrelépés. Nem csak arra akarok kiukadni, hogy azért 10-12 órát állni egy sorban, hogy legyen egy új telód, azért az kemény. Nem? Ahhoz nagyon elszámnak kellene. Nagyon. Tehát, nagyon. Hogy én értem, hogy státuszszimbólum meg az elején megvan, az jó, de ha mondjuk egy vagy két héttel később lesz meg, az se olyan rossz annyira, nem? Egy kisebb autó ára konkrétan egy ilyen telefon. De beállni egy sorba és állni 10 órát, az számomra óriási rejtély. És most az előző képest nem csak annyi a különbség, hogy ennek aranyszíne lesz? Nem, tud egy-két, dolgot. Tud egy-két olyan dolgot. Ha lepatarol a festik, ez ősszín. Igen. Hát ilyen bronz, műbronz színnel van lefújva. Nem tud, tényleg tud egy-két jó dolgot. De nem is ez a lényeg, nem is akarok ennek reklámot csinálni, csak inkább ezt a fajta elszántságot akarom így, nem tudom. Én nem is tudom, hogy kibeszélni, hogy álltam ilyen hosszan sorba, és mondjuk, ha... Igen, hogy van-e olyan dolog, amiért te beállnál, és állnál mondjuk 12 órát, hogy utána megkaphasd, és mondjuk neked legyen az országban a hatodik embernek egy ilyen valami. Nagyon nagy kedvenc banda, valami nagyon nagy legenda utolsó koncertje. Én nem ezt hiszem, el tudnám képzelni. Tehát azt mondják, hogy jön a nem tudom milyen banda, és 12 órás várakozás van, és akkor bejutsz a koncertre, beállnál és várnál 12 órát. Hát, hogyha azt mondanák, hogy utolsó Sabbath koncert, vagy utolsó Metallica, én biztos, hogy végigállnám a sort, és megnézném őket utoljára ebben az életben. Azt mondják nekem, hogy utolsó Black Sabbath koncert, megvonnám a vállam, a másik oldalamra fordulni. És olyan mélyen aludnék tovább a koncert végéig, nyugodtan, hogy el sem tudom mondani, hogy mennyire nem hogy nem állnék sorba, tehát hogy levegőt sem vennék, amikor valaki azt mondja, hogy az utolsó Black Sabbath koncert jön, akkor nem is elkeny, még ennyi sem jön neki belőlem. De nincs ezzel gond, viszont ha... Nem, csak mondom, hogy semmiféle
Kötődésem nincs. Ha később kiderülne, hogy mégsem az volt az utolsó, hanem utolsó előtti, vagy izé, vagy még lesz egy búcsú koncert sorozat, akkor megkeresném őket, és a turnébuszoknak az összes kerekét kiszúrnám egy halas bicskába. Azért a nagy zenekarok is ezt 45-ször játsszák el. Hogy az utolsó Rolling Stones, az utolsó nem tudom milyen turné, aztán még mindig az utolsó AC/DC, az utolsó Scorpions. Azt imádom egyébként, a Scorpions 5 évig búcsúznak, mert gyakorlatilag folyamatosan koncerteznek addig, de lehet, hogy még akár lemezés közben. Van egy és egy rossz hírű. Mi? A rossz hír, hogy abba hagyjuk. Búcsú koncertünk lesz. Igen, és mi a jó, hogy ez 5 évig tart. Igen, és beutazzuk az egész világot 4-szer. Hogy 140 darab búcsú koncertünk lesz. Igen, és mivel így hirdetjük, hogy búcsú koncert, így még az is elmegy, akinek csak minimális kötődése van, de mivel azt gondolja, hogy utoljára vagyunk, így vesz egy jegyet, hogy hát, ha nem látom őket többet. Hihetetlen nagy marketing fogás, mint búcsú koncert. Csináljuk meg az utolsó műsort holnap. Jó. Szerintem ez hihetetlen lenne, hogy a búcsú műsor holnap. Jó, és aztán jövünk hétfőn, mintha nem történt volna semmi. Csak tartunk egy, nem, holnap elbúcsúzunk. Nem, a búcsúkoncert, vagy búcsúkoncert, búcsúműsor ketten. És akkor hétfőn megjövünk a Ferivel. Hát ez már nem ugyanaz, nem? Tehát ebben a felállásban legyen ez a búcsú műsor. Jó, holnap van egy búcsú műsor. Hétfőn jön majd a Feri, és akkor... Az már akkor nem ez egy, nem, hát ez egy újjászületés. Mint a főnök poraiból újjá fogunk születni Ferivel együtt, aki nyilván hozza majd az elemózsiát a Kolbászfesztiválról. Meg reméljük elhozza egyébként a pecsétgyűrűt is. Remélem, hoz egy élő malacot is. Azt mondtad, hogy dumálunk a pecsétgyűrűről. Ja, nem, elolvastam a posztját, nem annyira érdekes. Nem? Nem szellemes? Csak hagyjuk. Ne aranyos épp, hogy akarok róla egy mondatot mesélni. A neje már ott van a telefonét, írja valaki. Na, az a kemény. Na, az a kemény. Hát... De az igen, ugyanakkor menő is, hogy beállítod a nejedet. Hogy neked kell a telefon, és beállítod a nejedet. Ez még mindig olyan, hogy ha lejted, akkor gyakorlatilag pozdorjába törik az egész, vagy pedig ez már egy kicsit ilyen védettebb. Mert ugye az előzőnél az egy, hát nem mondom, hogy típusiba volt, csak hogy mivel üveg volt, ugye a felülete, ezért marha könnyen összetörtni. Rengeteg olyan tulajdonossal, ilyen telok tulajdonossal találkozok, akinek ugyan olyan szépen. Nem tudom, hogy miért kell hagynod a fejedet tömni mindenféle ilyen csacskaságokkal és iparági pletykákkal, amik nyilvánvalóan szemezetet hazugságok. Hát én már csak ilyen csacskamacska. Ez abszolút nem. Jó ez. Jó, mi ellentétes oldalon vagyunk. Csak azért mondom, hogy amikor kijössz az üzletből, tudod, már nem bírod ki, ott kicsomagolod, és akkor izgatottan így elkezded forgatni, és kiesik a kezed. Remeg a kezed. Látásra. Jó, hát ha hülye vagy, és lejted, akkor azért hát, sem, a tévét is lejthetsz, meg egy turmixgépet is, hát attól nem véd semmi. Na! Egy új program, okos telefonokra, ha már ennyit beszéltünk róla, megnézheted, hogy éppen milyen műhold vagy kémműhold van feletted, és azt is láthatod, hogy az éppen kit és mit figyel. Érdekes ez a kis alkalmazás, okos telefon tulajdonosoknak ajánlják, a térség kémműholdjait figyeli. Mire lehet ez jó? Ugye? Gyakorlatilag kb. Ennyi. Azért engem az érdekelne, hogy miért repkednek ezek a kémműholdak felettünk, és mit lehet vele figyelni, és egyáltalán kik irányítják ezeket, és kik figyelnek, mit figyelnek. Azért ez egy izgalmas dolog szerintem. Hát igen. Tehát vannak olyan országok, ahol mondjuk szerintem nem baj, hogy tudják, hogy éppen ott tudom, iszlám fundamentalista terroristákat képeznek, akkor azért jó így belőni, hogy hol van egészen pontosan jó a szó átvint értelmében, meg a hol értem, és belőni, hogy hol vannak ezek a táborok, és akkor így tisztában lenni vele, hogy hova kell küldeni egy lézervezérlésű bombát ahhoz, hogy kicsit kevesebb terrorista legyen. Igen. Ezt így megérti az ember, de Magyarország felett miért? Na de várjál, hogy miért mondom, 5 méteres pontosságú házméretű tárgyak megkülönböztetésére alkalmas műholdak is repkednek felettünk, 1 méteres felbontású, akár embereket is megmutató szerkezetek kilistázása is lehetséges, és pontosan megmondja neked ez a program, hogy milyen típusú kamerával van felszerelve, mióta és milyen magasan üzemel. Hoppá. Tehát te láthatod, hogy éppen egy olyan repül el a fejed fölött, ami mondjuk 5 méterre precízen felbontja a kertedet, a lakásodat. Fél látja. Látja a fél kocsidat, és kiszúrja neked ez az applikáció a kémműholdat, hogy éppen mi van feletted. Az aktuális helyzet szélességi, hosszúsági fokokban is megkaphatod, és részletes leolvasást ad a magáról a cuccról. Tehát, hogyha ha például mondjuk a fürdőszoba átalakításból származó sítet akarom kihordani éppen az erdő szélére, akkor előtte, mielőtt elindulnék otthonról a zsákokkal, akkor szépen megnézem, hogy van-e kémműhold,
és amikor nincs, akkor gyorsan beúrok a zsugba, és már viszem is az erdő szélére, és akkor így meg tudom óvni magamat. Hát mondjuk ott sem vagy még biztonság, mert ott biztos belebotlasz egy naplóstábba, úgyhogy ja, mondjuk, az is ők mindig ezekről forgatnak, úgyhogy szerintem előbb-utóbb megjelenik egy naplóriport, és megkérdezi, uram, ne haragudjon, ön ezt miért teszi le, és miért pont ide teszi? És egyébként nagyon helyes. Másnap, illetve nem másnap, vasárnap ledorongolt Tritko adásban, ha még nem vonult vissza. Igen, még nem, még van egy éve. Na de kérdezem én, hogyha most például én egy mesztelen nő vagyok. Ez effektus. Én egy mesztelen nő vagyok. Igen? Én egy mesztelen nő vagyok? Hát most egy kicsit túlöltözött mesztelen nő vagy, úgy érzem. De kifekszem a kertemmel. Villancs bimbót. Kifekszem igen? A saját kertemmel. Jön egy ilyen kis kínai, ilyen kis összeeszkábált kis valami. Ezek 5 méter pontossággal egyébként nyálcsurgatva egy a világ másik oldalán kielemezve az én képemet, lehet, hogy pont mesztelen nőket figyelnek. Hát gondold el, hát ez egészen pontosan biztos megmondja, hogy mi van a kertedben. Biztos vagyok benne, hogy ezt ugyanúgy eljátszák. Biztos van egy ilyen kínai adatbázis elemző tím, nem? Akik röhögnek, hogy ki mit csinál éppen akkor a kertjében. 100%, hogy csinálnak ilyeneket. Az egyik kedvenc filmjelenetem, mind a mai napig nem tudom miért, de hát aki látta, azt tudja, a Kék Villám című moziban, amikor ugye hangtalanul üzemmódban megállnak egy felhőkarcon lett a levegő, és nézik a bent jogázó mesztelen nőt. Én mekkora baromság hangtalan üzemmód, nem? Tehát, olyan jó belegondolni. Visszagondolsz erre, akkor a hülyeség. Na de akkor lehet, hogy van ilyen, hogy a kínai kéműhold bámulja a magyar napozó, úton medencéző, saját kertedben monokiniző nőket? Mi a fenét csinál egy kéműhold? Erre annyira kíváncsi lennék. Mit bámulnak mondjuk felettünk? Nyilván ipari létesítményeket, persze, katonai reptereket, különböző gyakorlatilag bázisokat, mindent. Én ezt értem, de azon kívül? Mit tudom én, hogy épülnek a stadionok, ilyesmi, tehát hogy kell-e félni, lehet, hogy mit tudom, ha a német kéműhold, akkor kell-e félniük, hogy nagyon hamar utolérjük a Bundesligát, vagy ilyesmi, és talán le is nyomjuk őket nézettség, valami ilyesmi. De egyébként ez a mesztelenős, ez például tök jó, tehát hogyha mondjuk a mesztelen lánykint napozik, akkor az anyja csak megnézi kint, ahogy hívják ott, illetve megnézi a kis applikációja, hogy éppen van a fölöttük műhold, aztán kirohan a hizébe, a kertbe, és felfele az égre. Érted, nem? Letorongolhatja őket. Én például látom, hogy jön egy kínai műhold, mert ez a program kijelzi. Igen. Csinálok egy nagyon nagy táblát, és odaírom, hogy az összes kínai kapja be Free Tibet. És ezt így feltartom. És mondjuk egy kínai műhold ezt elolvassa. Megérkeznek, értem? Egyébként kicsi vágott szemű emberek egy nagyon nagy lakóbuszban nagyon sokan, és elvisznek? Érted? Tehát tudok én üzenni ezzel. Nem érvénének el, jöjjenek házhoz, nem felajánlottad nekik, hogy gyakorlatilag mind az akárhány százmillió, vagy milliárdban bekaphatják. Mondjuk azért az elég nyüstölös lenne, hogyha belegondolsz. Egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, igen, azért az egy melós dolog. Mit tudom, csinálok egy programot, hogy nálam atombomba van, Kínára készülök ledobni. Megdöglötök kínaiak. De most ezt komolyan mondom, látom, hogy jön egy kínai műhold, és én ezt így kifeszítem a kertemben, mondjuk egy 5 méter 10 méteres molinót csinálok, rendes kínai betűkkel megírva. Nagyon kíváncsi lennék, hogy egyébként erre lenne valami reflektálás. Nyilván nem biztos, hogy komolyan mennék, hogy egy török báliti háznál egy hülye kifeszítő. Megdöglötök. Érted, nem, mintha bármi bajom lenne. Szerintem ez egyébként mennyire egy bevett gyakorlat így a nemzetközi terrorizmusban, hogy egy ilyesmit csinálnak. Tehát, hogy bombát atombombát készítenek otthon. Most csak kérdezem. Kínára, és ráérek egy lepedőre is. Kész van már a lepedő? De ezt csak kérdezem, hogy a kínai kormány ide szól a magyarok, hogy gyerekek, nézzétek már magukat, van egy félhülye, aki a saját kertjébe, aki fenyegeti a kínaiakat, valamit csináljatok vele. Hát. Tehát, hogy tudok-e így velük kommunikálni? Hát egy nap 5 percenként röpül át 3 kínai kéműhold, megnéztem a programot. Ijesztő. Elviekben szerintem azt is meg tudnád csinálni, hogyha nem, hogy valakivel például sakkozzál. De hát egy viszonylag lassú lefolyású partit tudnátok tolni egymással, mindig a lepedőre felírod, hogy itt van a huszár lép F6-ra. Érted? Ja, és ő a másik oldal leolvassa, és ő is lép. Elküld e-mailbe, hogy mit tudom. Na, van egy kis segítségünk, aki elmondja, hogy mi is a helyzet ezekkel a kéműholdakkal. Ő, vele már beszéltünk, ő a Massat projekt menedzsere. Végre valaki, aki nem tök hülye a témához. És kérdez, na, ne ostorozz minket, nem csináljuk rosszul, ja, szerintem. Ne, zsűre gondoltam is a Laci. Itt van velük Horváth Gyula, hello Gyula, jó reggelt! Szerusztok, jó reggelt! Jó reggelt! Gyula! Mi Gyula. Van ezzel a Massattal, ez röpköd még? Igen, jól érzi magát, most már több mint 600 napja üzembiztosan működik fent a világűrben, úgyhogy elégedettek vagyunk a misszióval, reméljük, hogy hamarosan kezdhetjük a következőt. Mennyi időre terveztetek egyébként? Hát eredetileg 3 hónap volt a tervezett élettartam, ezt már azért nagyon sokszorosan túl szárnyalta. Marha jó. És folyamatosan küldi az adatokat? Így van, folyamatosan gyűjtjük most már. Amit igazából első körben szerettünk volna tudni, azt a mondjuk úgy, hogy az első fél évben, egy évben megtudtuk,
most már ilyen hosszú távú vizsgálatokat végzünk, ami a következő misszióba segít majd minket, hogy minél hosszabb távon tudjunk egy műholdat üzemeltetni fel a világűrben. Hát ez marha jó. És ő is küld fotókat kertekről, meg házakról? Így van, küld fotókat, de ennek a terepi felbontása, amit itt emlegettetek is, még sokkal messzebb elmarad ettől az 5 métertől, vagy akár amikor mondtátok, hogy még ez alá is be lehet csúszni. Ez csak egy kísérleti jellegű funkció volt rajta, hogy tudunk egy kamerával fotót készíteni. Itt általában 1 pixel 1 kilométernek felel meg a mi felvételeinken, úgyhogy ezzel nem lehet a kertben esetleg monokiniben időtöltő hölgyeket nyácsorgatva, hogy is emlegettétek. Ezt egy picit sajnáljuk egyébként, mert szívesen megnéznénk akkor rendszeresen a Facebook oldalatokat ezzel kapcsolatban, de amikor felküldtétek a műholdat, akkor előtte volt valamiféle megállapodás, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatallal, vagy le kellett nekik adni valami anyagot, vagy stb. Azzal kapcsolatban, hogy mire képes ez a műhold? Természetesen az érintett szervezetek folyamatosan nyomon követték a fejlesztést, és a műszaki paraméterek vonatkozásában egyeztettünk velük. Ez kimondottan az érintett témában, tehát a kémműholdak, vagy mondjuk úgy, hogy földmegfigyelést végző műholdak esetében különösen körültekintést igényel. Tehát amikor egy kicsit ez a terepi felbontás, az nem 1 kilométer, ami igazából, hát mondjuk úgy, hogy egy-két meteorológiai, vagy egy-két apróbb megfigyelés szempontjából jó lehet például említeni, mint a 2002-es tiszai árvíz, ott a katasztrófa védők kilométeres terepi felbontású felvételekből dolgoztak, de hát ez kémkedésre teljességgel alkalmatlan. Viszont amikor az ember egy kicsit lentebb megy a terepi felbontásba, tehát néhány métert érint már, akkor sokkal komolyabb egyeztetést kell elviselnie. Aha. Figyelj, kinek van a legtöbb kémműholdja, azt tudjátok, hogy a kínaiaknak vagy az amerikaiaknak? Hát elég nagy a háború ilyen kémműhold fronton, nehéz lenne megállapítani. Azt kevesen tudják, hogy legtöbb műholdat fönt a világűrben ma leginkább India üzemeltet. Nem tudni, hogy mennyi ebből a kémműhold, nem is valószínűleg, ők elsősorban oktatási célú műholdakat helyeztek fel, ugye ők az országon belül, aminek az alapterülete nem kicsi, a kommunikációt azt műholdon keresztül oldják meg, és az oktatás is, távoktatás is műholdakon megy. Na most igazából a kémműholdakból is ugye az általatok említett program az valójában csak a publikusokat sorolja fel. Én igen, fura lenne, ha lenne egy olyan program, ami megmutatja az összes kémműholdat. Igen, tehát igen. Tehát ez az applikációnak egy korábbi változata, az már régóta futott, ami a műholdakat mutatta meg, ilyen részletes adatokat, hogy mekkora terepi felbontást tud. Ez nem olyan régen jött ki, és hogy a kémműholdas adatbázisnak egy részét megnyitották, ez is újdonság volt. Van valaki a másik oldalon, aki ül és kielemzi ezeket a képeket, és amik egy kínai kéműhold elrepül, és befotóz két magyar csajt, hogy monokiniznek a kertjükben, akkor ezt valaki valahol egy szerverszobában egyébként látja? Nem igazán, ezek legtöbbször automatizmusok, és hogyha valami izgalmas tevékenység történik, akkor mondjuk úgy, hogy jelez az ott lévő boom szoftver. Felmegy a kéműhold vérnyomása, ha olyat lát. Így van, visszatérve, sok esetben azért az emberes figyelmet követel meg, de amit is említettetek, hogy 5 méteres terepi felbontás, vagy esetleg lemenni még lentebb, az ott lehet nyugodtan monokinézni, vagy akár nudizni is, mert mondjuk, hogy egy 0,5 pixel az egy-egy emberke rajta. Most manapság általában a földmegfigyelési műholdak azok 30 cm-es terepi felbontást tudnak legjobb esetben, de ezt is lekorlátozzák általában a 0,5 méterbe, úgyhogy az mit jelent, 3 pixel, tehát az egész felső test az elifensnek az egy folt. Ja, hogy egy folt, aha. Így van, úgyhogy abból nem sok minden derül neki a kosár méretről és egyebekről. És ha csinálok egy 5 méteres molinót, hogy megtámadjuk Kínát holnap reggel. Igen, hallottam. Lerohadó bemleteket vesszenek a kínaiak, akkor ők erre reagálnának, vagy ők ezt látják? Hát nem tudom, majd mivel pár utcára lakunk egymástól, majd kifeszítjük közösen a két utca között, és akkor esetleg meglátják, ahol nagyon nagy molinót kéne csinálnod, Balázs, hogy azt lássák én műoldal. De most már, hogyha már említettük a mi műholdunkat, ebbe a kisméret tartományba is elég komoly terepi felbontást el lehet érni, úgyhogy igazából nem vagyunk olyan messze attól, hogy akár úgymond meg lehet. Van ez a poén, amit Hollywoodban időnként lelőnek, hogy az óra számlapjáról le lehet olvasni az időt. Hát igen, ezt a poént, ezt akár el is lehet érni. Viszont amiről kevésbé esett szó, kémkedés vagy hát távérzékelés szempontjából mi általában látható képre gondolunk, hogy föntről tényleg vizuálisan, mint amit a szemünkkel látunk, vagy egy kamerával fotózunk,
ennél összetettebb szenzorok is vannak a piacon, amik mondjuk úgy, hogy sokkal izgalmasabb dolgot is fel tudnak mérni, akár azt, hogy korábban egy repülő ott volt, vagy nem volt ott, vagy mennyi időt töltött az adott területen, holott már rég felszállt. Aha, és amikor felengedik ezeket a műholdakat, akkor szoktak egyeztetni a pályákról, vagy ilyesmi, hogy mit tudom én, az indiai Maruti 128-as nehogy összeütközön a Maszat egyel. Hát erről rendkívül komoly fejtegetések folynak a világban, ez az űrszemét kérdés most már jelentős probléma. Folyamatos egyeztetés zajlik, de ezek a pályák folyamatosan módosulnak, tehát időnként lehet számítani randevúra. Maszat esetében is volt 3 ilyen, a legutóbbi a múlt héten, hogy 101 néhány méterre megyünk el egymástól egy-egy ilyen űrobjektummal. Hát hogyha ez sajnos 0 méterre redukálódna, az elég komoly problémát okozna, mert mindkét egységnek a végét jelenteni. Szegény kis Maszat kilehelni a lelkét. Bizony. Így van, pedig így van. Pedig lelkesen dolgozik. Lelkes még. Maszat 2 mikor jön? Hát most már csak a megfelelő támogatásra várunk, a terveket másfél évvel ezelőtt is tudtuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani, úgyhogy próbáljuk összegründolni a projektet, most már kevésbé Jézus szíve kerítésből, mint a Maszat egyet. Úgyhogy reményeink szerint ez hamarosan megindulhat. Én úgy gondolom, hogy akár egy folyamatot is elkezdhetnénk ezzel, hogy rendszeresen műholdakat bocsájtunk fel. Ugyanis most, hogy lehet hallottatok róla, hamarosan csatlakozunk az Európai Űrügynökséghez, ez egy rendkívül nagy teret nyitna meg. Jó, állambácsi adott pénzt? Sokat? Reméljük többet fog majd még. Tehát adott, és köszönjük szépen ezúton is, de természetesen egy, nem tudom, összegekről lehet-e itt ebben a műsorban beszélni. Hát egy 240 milliós projektről beszélünk, 4 éves folyamatról. Itt a most egyelőre a projekt 10%-át kezdem látni finanszírozva, tehát még a 90%-ot. Még egy apró szabad szemmel már látható összeg hiányzik. Ahogy igen. Oké, okay, köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát nektek. Köszönjük. Köszi szépen, Gyula. Ciao, hello. A végtelenbe is tovább. Hello, Gyula. Azért az nem megnyugtató, amikor így lezuhannak ezek az egytonnás műholdak, nem? Éppen most olvasom, hogy megint készül egy lezuhanni. Éppen feszített ki a molinódat a kertben, hogy ezért maradjatok otthon sárgák, és akkor... Milyen hülye halál, nem? Elfogyott az üzemanyag, és várható legkésőbb 3 hét múlva zuhan a földre egy tudományos műhold. Egyelőre nem tudják pontosan hol és mikor, de persze azt mondják, hogy senki nincs veszélyben. 70-80 kilométeres magasságban darabokba hullik, majd becsapódik a légkörbe, ott még kisebb darabokra esik, majd megérkezik. A veszély csekének nevezte az ügynökség. Hát most mit mondjanak? Hát igen. Hogy mondjuk, hogyha egy 20-as anya a fejemre esik a világűrből, szerintem annak se örülnék. Egyébként az pont te vagy. Igen. Kintálok. Tehát kínálsz, kapálgatsz, nem kapálgatsz, mosod a kocsidat. Beresztett a gumi a biciklimnek, és éppen a rohadt életben már megy. És ott állok mellett, és fú. Éppen ott tolom. És egy 6-os anya átviszi az agyadat. És a ez tökre te vagy. Bentről a Móni meg a konyhából csak annyit lát mosogatás közben, hogy így egyszerre csak így hang nélkül eldőlök. Igen, és utána mondanák, hogy egyszer nem értjük az ügynökség nyilatkozás, nem értjük ezt, hogy lehet ennek az esélye, hogy ez valakit eltalál, és egy 6-os anya átfigyelz, igen, egy a 4000 milliárdhoz. Te már ott fekszel. Egy 4-es anyával, kiszakított koponyával. De azért ez érdekes, ez így a fejünkre és hullik. És mindez miért? Mert sajnáltam a szögvédet gumira a pénzt. Hát igen, mert megint megpróbáltál spórolni. Na szép. 7:30 volt pontosan, 2 perce jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan, 1 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök van, már csak egy nap, és vége a hétnek. Holnap, ugye? Igen. Feri nincs, nem passzív, nem csöndes, nem álmos. Ő ma nincs. Kivett 2 nap szabadságot, megérdemli egyébként, ő nem régiben új kígyós, ha lehet ezt mondani, díszpolgára lett, nem tudom a pontos titulust, megfogalmazást, minden esetre kapott egy nagyon komoly kitüntetést, egy arany pecsétgyűrő formájában, azért, amiért az elmúlt években, évtizedekben nagyon sokat tett, azért, hogy az ő szülőfalójának a hírét öregbítse, meg is érdemli. Így van. Menjétek fel a Facebook oldaljára, meg tudjátok nézni a gyűrűt, és lájkolni is tudjátok, nagyon fog neki örülni. A pöcsétgyűrűt, ugye? Amit kapott. Nem, az újjára kell húzni. Ja. Hát igen, ha másra kapta volna, az inkább hula-hop karika lenne. És átteszi az új kígyósi polgármestertől Feri pöcsétgyűrűjét egy hula-hop karikát. Egy arany hula-hop karikát, amit felhúzhat. Nem, kérlek Ferenc, feküdj a hátadra. Jó, dobom. Csak ki feldobja előtt. A hula-hop karikát. Csat nélkül. Milyen vicces lenne egyébként az új kígyósiak, milyen viccesek lennének, ha tényleg ezt csárták volna, nem?
hogy hallottuk, Feri, hogy hát azért ott lapul valami kis vang a nadrágban, kérlek feküdj hanyat, amelyik új kigyorsi lakos először földobja a hullahopp karikát Ferire, mint egy fogas, akkor ő is ajándékot kap. És a Feri lefeküdt volna hanyat, és ez lenne, nem? Így van. Ezt értem volna. És ha akarnak, akkor a gyerekek patkót is dobálhatnak rá. Igen. Ami egy régi népi játék. Valaki azt írja, hogy a műholdas témára reflektálva üssétek be a Google-ba a következő koordinátákat. Zoomoljatok rá betöltött pontra, és értelmezzétek a látottakat. Lehet ilyen térkép? Nincs már, megmondom a koordinátákat, üss már be. Tudom, miről van szó. Én nem. Na, akkor magadra vess. Akkor úgy kell neked, te hülye. Úgy kellett, káposztába úgy kellett. Figyelj, beütöm a koordinátát. De ne mondd el, jó? Tehát adásképes, akkor úgy kérdezem. Ez egy egész jó sztori egyébként. Na, igen, mondom neked, tessék, üsd be. Absolutely. Na, 52. Kíváncsi, hogy mi jön ki. Tehát ez a Google Maps-be, vagy hova kell ez beütni? Inkább csinálok egy olyat, hogy egy Ctrl-C, Ctrl-V, jó, és akkor úgy nem, jobb, meg, az ne, jó, de mi műsor gyártunk. Mondjuk ebben igazad van, várjál. 52 ütöm. Pont. Várjál, ne kapkodj. 52 pont. 37-65. Igen. 52-5. Igen. Pont. Jaj, eltévesztettem, kezdjük újra. Igen. 198. Igen. 303. Jó, megvagyok. Zoomoljatok rá a betöltött pontra, és értelmezzétek a látottakat. Rázumoltam. Na, mutasd, mit csinálsz? Hogy mit van? Tessék. Tehát egy kis téget látunk egy tónak a partján. Értem, tudom mi ez, igen. Csak hogy magyarázzuk el a hallgatóknak, ugye ez is egy műholdas fotó. És látunk egy téget, és azt látjuk, hogy ez a stég, ez vérrel van beborítva. Hát vérnek tűnő. Vérnek tűnő nyomok vannak a stégen. És mintha valaki vagy valami heverne a szélén. És mintha valaki heverne a szélén, és a vércsíkok azok egészen a stég elejéig tartanak, tehát olyan, mintha valakit kihúztak volna a stég végére. Ez a stég, ez egy ilyen félszigetszerűen kis benyúlás, ugye? Bár szerintem mindenki tudja, mi a stég, ezt nem kellett volna. Értitek? Fából, vagy fémből készítettek. Tudjátok, mi az a stég, amikor bementek egyenesen, és már légben nem lennétek a vízbe, ha nem lenne alattatok a stég, de mivel ott van, így nem vagytok vízesek, hanem szárazak. Ez a fura tárgy a stég. És a képen az látszik, én ezt egyébként ismertem most már itt tényleg, hogy ugye valakit kihúznak a stég végére, és ott, mintha éppen próbálnák bedobni a vízbe. De hogy ezt megmagyarázták, és azt mondták elvileg, hogy ez egy olyan kép, ahol nem bűnügy történt, vagy nem valamilyen bűnesetet látunk éppen, hanem egy vizes kutya kimászott a stégre, és az végig ment a stégen, és a lecsöpögő vizet látjuk, valamint ahol megrázta magát a kutya, ott tűnik nagyon véresnek a stég. Legalábbis ez a hivatalos magyarázat. Na, és szerinted mi heber ott haver? Hát rosszul néz ki, az a baj, igen. Mert az a fura benne, hogy lehet, hogy magának a stégnek, amiről most már tudjátok, hogy mi, mert Balázs elmagyarázta, lehet, hogy a stégnek az anyaga olyan fa, ami ha vízes lesz, akkor ilyen véresnek tűnik, de hogy ez egyébként piros. És különböző felbontásokban lehet látni ezt a képet, és mindenhol pirosnak tűnik. Igen. Tehát, hogy éppenséggel még lehet valamit is. De egyébként ez mennyire durva tényleg ez a kémű, hogy valamit te éppen csinálsz, készülsz valakit bedobni egy hajóról a vízbe, vagy egy stégen végighúzol, és próbálod ugye a végén elrejteni, és a mólónál bedobni a vízbe, és pont téged lefotóznak, és így buksz le. Mólónál? Nem? A móló meg a stég az nem ugyanaz? Hát picit más. Aha. A stég, meg a móló az... Ez inkább stég, vagy inkább móló? Ez inkább egy móló. Akkor jó. Na, aki esetleg a stégre keresett lá, az most vissza az egészet. Jó, üssétek be azt, hogy móló. Jó? Minden esetre a fotó érdekes, köszönjük a koordinátákat, tényleg fura ilyet. Ez látom. Nagyon jó pofa. Ez nagyon hát jó a jó pofa talán nem ez a jó szó, amit használni kell, hogy jó. Olyan a kis munkás, ha lemészároltak ott valakit. Talán nem a jó pofa szót használnám erre, de igazából mindegy. Nem. De szerintem egyébként rengeteg ilyen van. Azt tudjuk egyébként, hogy az ilyen műoldas felvételeket például a régészetben nagyon jól tudják alkalmazni, sőt vannak olyan helyek, ahol a régészek úgy dolgoznak, ahol nincsen elég állami forrás, vagy nincsen elég pénzük arra, hogy mondjuk egy helyszínen menjenek el, és akkor ott kutatgassanak, hogy szépen fogja magát, és akkor az archeológus leül a gép elé, betölti magának egy kis izét, a kis Google Earth-et, és onnantól, és szépen megy szeletről szeletre egy ország területén belül. És egy csomó ilyen felfedezés már volt ennek köszönhetően. De mi ezek a dolgok nem a föld alatt vannak, amit a régészek keresnek? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez laikus kérdés, de nagyon jó kérdés. De tényleg nagyon jó.
Ugyanis a Földnek a struktúrája, amikor építenek rá valamit, vagy már korábban mondjuk ott építettek valamit, teljesen más, mint a körülötte lévőkön, és föntről egészen más formákat ad ki. Tehát, hogyha a mélyben valahol mondjuk rejtőzik egy rom, akkor a rom fölött lévő föld réteg sokkal vékonyabb, mint körülötte. Ezért valószínűleg a növényzet is teljesen másképp nő rajta. És ezt lehet látni föntről. Tök jó. Na játszunk akkor. Na jó, akkor jöjjön egy Ogar bácsi Beru néni. Van egy játékosunk, akivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Rita! Rita vagyok, igen. Szia, Rita! Rita, honnan hívsz minket? Budapesten lakom, 10. kerület. Az Kőbánya. Kőbánya! Igen. Budapest mértani közepe is ott van, tudtad? Igen. Na jó, igen. Akkor ezt tudni is illik minden egyes kőbányanyag. Az én feleségem is kőbányai, tudtad? Most már igen. Harmat utcai. Harmat utcai. Hát ott nagyon közel van. Mit szelsz? A Csősztaranynál. Ott nőtt fel. Ó, ez egy köpéssel lakunk onnan. Zseniá. Én egy utcát tudok, hogy hol van Kőbányán, a Körösi Csomas sétány. Aha. Igen. Ott az Alkatér mellett valahol, azt tudom. Ott. Az a régi neve. Így van, a régi Zal. Most már nem Zalkának hívják. Igen. Igen. Na jó, oké, Rita, mit csinálsz? Mi a foglalkozásod? Közszérelben dolgozom. Aha. És éppen munkába tartok. És pont amikor hívott az Anna, akkor raktuk le a gyerekeket, és nagy viszongatás volt, úgyhogy nem is nagyon hallottalak most benneteket. De ilyenkor rakjátok le a gyerekeket? Hát miért nem este? Hát nem. Óviban, iskolában. Ja, óviban, iskolában. Azt hittem, hogy aludni, mondom, milyen fordított ütemezés szerint éltek. Mekkorák a gyerekek? 3 gyerek van, van egy 5. lány, egy de másodikos Isten. Fiú, és egy óvis kislány. Atyaisten. És 11-8-4. 11-8-4, a mindenit. Igen. És akartok még, vagy itt megálltatok? Elég ennyi. Elég. Így teljes. Így teljes a család. Igen. Jól van. Na, mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj, Rita. Oké. Okay. Jönnek a birodalmia. Óven bácsi Beru néni küzd az életért, és menekítik a kis Lukot. Egy diplomáciai hajón menekülnek. Hallom, a birodalmiaknak semmit nem jelent egyébként a diplomáciai védettség. Hát, ha mutatsz nekem egy diplomatát, akkor elhiszem, hogy ez egy diplomáciai hajó. Figyelj, mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! Atyaisten, megmutatjuk még egyszer. Oké. Okay. Figyelj! Lehetne még egyszer? Lehetne, nem hangosabban, nem tudjuk ezt mutatni, csak ki a halkan? Na figyelj, igen, mutatjuk. Igen, én is halkan hallom. Nincs meg? Hát nincs meg. Jó, kivettük a bögrét, még meg lehet, mutatunk egy kicsit hosszabb részt, figyelj. Hát ez. Hát így már tudom, hogy így ismerős. Várjatok. Mondj valamit. Még egyszer ezt a hosszabbat játszátok el, így szép. Utoljára. Magyar szám, ugye? Egyáltalán nem. Na, nem? Akkor viszont megmutatjuk az eredetit. Megmutatjuk az eredetit, figyelj, ez lett volna. Úristen, mekkora sláger volt ez a mélyben. Bizony, bizonyám. Eagle Eye Check. Egy jó kis Ace of Base. Ace of Base, úgy van. Igen. Bizonyán. Hát sajnos ez nem ugrott be. Na de várjál, kapasz tőlünk valamit, hogyha megmondod, hogy mi a különbség a stég és a móló között. A móló az nagyobb, azt mondja a férjem. Aha. És a móló az általában hajóállomásoknál van. A stég az pedig bárhol, egy kis halastónál, ahol kiül az ember fetezni, napozni, ilyesmi. Uh-huh. Hát ebből még nem lesz Wikipédia szócikk. Nem is nyelvész vagyok. Rita, hát sajnos nincs ajándékcsomag, ne haragudj, nem sikerült ezt kitalálni. Már nem a mólót, hanem ezt a kis Óven bácsi belőle. Igen, jó? Hát sajnálom. De köszi, hogy játszottunk. Köszönöm szépen, hogy játszottam veletek. Ciao. Sziasztok. Hello. Egyébként a móló az egy ilyen, tulajdonképpen igen, a kikötőknél van, akár egy kőből épített, hosszú, ilyen félszigetszerű benyúlás. A stég meg az, hát az horragás stég, pici, apró fából készült, tök más a kettő.
A múló meg a stég ez nem ugyanaz. A méreteiben. A méreteiben, igen, alapvetően. Igen. A múló az jóval hosszabb, jóval nagyobb, igen. 5 perc, pontosan 8 óra jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 9 percet, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Meggyógyultál? Igen, kisebb rohamok volt itt a hírek alatt. Amikor a gyerekek meggyógyulnak, akkor mindig megkérdezi tőlük az anyukájuk, meg az apukájuk, hogy mit szeretnének enni. Tudod, mit tudnék most leginkább enni? Egy nagyon nagy bundás kenyeret. Csak előtte mindenképpen töröld meg légy az orrot, mert így nem tudok műsort vezetni. A bal. Azt előtte. Mérzik az orronkon. Nem tudom. Én ma kicsit le vagyok robbanva, de azt mondta, hogy játszhatnék a Benficával. Szerinted igen, és úgy látom, hogy a csatárposzt. Tiszteletbeli családtag lehetnék a Benficával. Igen, úgy látom, hogy előre toltéket játszom. Kicsit vérzik az orrom, most nem csinálja a gyerekben. Igen, na, hát ma nem vagyok már helyzetben most, tehát igen. Most edzőben hátrafont. Most csak már csak sima hátét vagyok. Minden rendben? Tehát mit tennél? Nem tudom, én valami ilyen masszív olajszagot érzek, és erről az olajszagról eszembe jutott a bundás kenyér, mert mindig, amikor drága jó nagymamám bundás kenyeret csinált, tudod, akkor olajszag volt. De ugye a kettő magában még nem olyan nagy szem, mert hogy a bundás kenyeret csinálsz, akkor olajszag akkor volt. Az olajba sütik ki általában. Csak az olajszagról most ez jutott eszembe, hogy bundás kenyér. Egy jó bundás kenyér, ez könnyű is megcsinál, laktató, és én is szeretem. Szerintem, hogy büfében megcsinálnám. Bundás kenyér az olyan, mint a krumplipüré, hogy 10-ből 8 helyen nem tudják jól csinálni, pedig nem egy bonyolult dolog. Tehát vagy úszik az olajban, vagy belül száraz a kenyér, tudod? Tehát, hogy nincs, nem tudják jó helyen, vagy sokszor megcsinálni jól. Nem, csak azon gondolkodtam, hogy... De egyébként igazad van. Nem szabad túlsütni, meg az olajnak megfelelően forrónak kell lenni, mert különben megszívja magát, és akkor ez borzasztó. Igen. Ez borzasztó tud lenni. De szerintem mondom, a büfében megcsinálják, sokkal nagyobb a szansod arra, hogy ott csinálják meg, mint mondjuk itt az építkezésen mellettünk. Az biztos. Na, nézzünk egy-két SMS-t, hogy mi a helyzet az országban. Ma már sikerült lekéstem a vonatom, összevesztem a párommal, és még 8 óra sincs. Szeretnék legalább játszani, üzeni Tomi. Meglátjuk, Tomi. Az M6-os 160-as kilométer köve környékén 150-es tempó mellett olvasgatja a palmját egy ostoba szőke vezetés közben. Az kemény. 150-es tempó mellett olvasgat, az kemény. Kislányom ma mondta ki először, hogy apa. Az anyának szeretek nyerni egy bögrét. Már mindent bevetnek, nem? Tehát ez már a lelki zsarolás egy magas foka. Én értem, hogy ez egy jó hír, de hogy már mindent hallunk csak azért, hogy valaki adásba kerüljön. Ez egy cuki dolog. Aranyos nagyon. Igen, Anna dönt erről egyébként, csak mondjuk. Na, azt mondja, hogy a móló egy víz alatti alapra cölöpre épített műtárgy, a stég pedig a vízen lebeg, annak szintjével együtt mozog, bármikor kivehető, áthelyezhető. Ez az egészen pontos megfogalmazás. Köszi Balázs. Hagy vitatkozok Attesz nevében, aki azt írja, hogy a móló töltésre épül, a stég pedig cölöpökön áll. Engem egyik se érdekel. Én megmondom, te dobtad be. Megmondom, de nem azért mondom, csak én már ezen túlléptem. Kétfelé szakadt az ország, úgy érzem. Igen? Igen. Vannak a mólósok, meg vannak a stégesek. Egy szép ápolt fekete spániel nyakörvel Budán, az Apor Vilmos térnél magányosan barangol gazdi nélkül valahonnan kiszökhetett. Jaj, szegénykém. Ez Gilkó küzdente nekünk. A Rákóczi híd megközelíthetetlen Budáról, sem a Budafoki, sem a Szerémi út felől nem lehet haladni, ezért nem lehet feljutni a hídra. Üzenték nekünk többen. Köszönjük szépen. M7-es 42-es kilométerénél van egy trafink, és az M5-ösön Szeged felé a 85-ös kőnél egy sáv járható. Egy kamion még mindig a középső szalagkorlátnak ütközve áldogálott, és elég sok helyet elfoglal. Ezt Johnny küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Hát ezek a legfrissebb SMS-ek mára. Jól vagy? Köszönöm szépen, meg vagyok. Most semmi gond nincs, a hangom is visszatért már, úgyhogy tényleg ebből a szempontból kész vagyok a hétvégi felvételre. Az fontos, hogy jól legyen. Nem. Feri ma nincs. Új kigyorsan vette át a Pecsi gyűrűjét, és aztán elment a Csabai Kolbász Fesztiválra. Ott van, szúr, döf, öl, vért fog fel, süt, pálinkázik, hátba ver, berúg, pihen, hazajön. Fotózkodik. Fotózkodik, igen. Nagyjából ez a program, úgyhogy ami drága Ferinc, az hétfőn lesz újra. A Fuchsot lájkolhatjátok a Facebook oldalán. Örülni fog neki, tényleg tegyétek meg. Igen, egy nagyon helyes kis üzenetet tettük közzé a Facebook oldalán, mert hogy hármunk közül ő az egyetlen, aki Facebookozik, és van saját Facebook oldala. Illetve akiből díszpolgár lett. És akiből díszpolgár lett, így van. Mi egyre messzebb kerülünk ezzel minden egyes műsorral, amit készítünk. Igen.
igen, minden egyes műsorra eljátszuk az esélyt, hogy bárki is díszpolgára avasson bennünket, de hogy ő átvette az új kígyósi kitüntetést. És van oklevél, meg van amikor pecsétgyűrű, de most ő pecsétgyűrűt kapott, és azt írta, a polgármester a mikrofonhoz lép, beszél, magához szólít, gratulál. Ez egy idézet a Feri Facebook oldaláról. Konferencié mikrofonhoz lép, méltat, gratulál, és itt jöttem én. Mikrofonhoz lép, láttam már ilyesmit, beszélni kezd, csináltam már ilyet, és nem megy. És elkezdtek potyogni a könnyeim, ahogy ott álltam azon a színpadon, ahol gyermekkoromban annyiszor. A műfházban, ahol az első zenekarommal próbáltam, ahol az első koncertet adtuk, ott voltak azok az emberek, akikkel felnőttem, akiktől tanultam, és csak bőgtem, mint egy 6 éves. Ezt írta Feri a Facebook oldalán. Meghatották ezek a pillanatok? Megértem. Megértem. Igen? Igen. Tényleg megérted, vagy csak álszenteskedsz? Nem, tényleg megértem. Meg azért az nagy dolog. Valaki nagyon kötődik a helyhez, ahol született, ahol él. Én is egyébként így vagyok többé-kevésbé Lőrinccel, de mondom, de túl sok esélyem nincsen arra, hogy kapjak egy próurbét. Te annyit népszerűsített Lőrinccel, hogy előbb-utóbb biztos, hogy te is ilyen Lőrinc. Hogy mondasz ilyet, hiszen ott élek. ez egy ellentmondás, igen. Igen. Hogy előbb-utóbb te is ilyen lőrinci díszpolgár lehetsz. Ez tök jó. Én nem tudom, én annyi helyen laktam, hogy engem nem választhatnak meg soha. Hát viszont a nagyszámok törvény alapján, érted? Te sokkal nagyobb esélyen indulsz egy díszpolgára, mert csomó hely magának gondolhat. Majd küzdenek, érted? Majd harcolnak, igen. Így van. Na, egy érdekes kutatás. A szomszédokkal kapcsolatban, tessék, mindenki valljon, hogy mi igaz-e az, ami ráillik. Vagy igaz-e az a kutatás, és ez illik-e rá. Nem ismerjük a saját szomszédainkat, derült ki ez a megdöbbentő tény egy nemrégiben végzett felmérésből. Olyannyira nem, hogy a legtöbb ember ebben a kutatásban a közvetlen szomszédjai keresztnevét sem tudta megnevezni. Az se ritka, hogy úgy mennek el egymás mellett az utcán, hogy fel sem ismerik azokat. Állítólag az elidegenedés az oka annak, és a rohanó társadalom, hogy fogalmunk nincs, hogy ki él a saját szomszédságunkban emberek, akik házakban laknak, nem tudják ki a szomszéd, akik társas házakban laknak, akár el is mennek mellette az utcán. A megkérdezettek 40%-a zavarba jött, amikor azt kérdezték, vannak-e a szomszédoknak gyermekei, esetleg kisállata. Érdekes a dolog. Háromnegyedüknek fogalma sem volt arról, mivel keresi a kenyerét a szomszéd, kevesebb, mint egyharmada vallotta azt, hogy egy baráti társaságba tartoznak. És a leginkább meglepő részlet az volt, vagy az a kérdés, amelyből kiderült, hogy akik nem igazán ismerik a szomszédjukat, azok ennek okaként azt mondják, hogy nem kedvelik őket. Vagy hogy nem bíznak bennük úgy, hogy nem is ismerik őket. És emiatt egyáltalán nem vágynak a társaságra, sőt, szeretnék őket leginkább elkerülni. A bizalom hiány és a bizalomvesztés miatt. Ennyire drámai lehet a helyzet Magyarországon, és ennek kéne utána járni. Jó, most kicsit mindenki gondolját őszintén, hogy az adott emeleten kit ismer. Ha társasházban lakik, találkozott-e már a szembe jövő szomszéddal, vagy szemben lakó szomszéddal, megismernie, a köszönésen kívül van-e bármilyen nexus kettőjük között. Hát szerintem az szerintem ennyire drámai a helyzet. A társasházaknál, lakótelepeken, stb. Szerintem teljesen hihető az, hogy fogalmat sincsen róla, hogy mondjuk alattad vagy fölötted lévő szinten kik laknak. Na de melletted azért azt tudhatod, nem? Hogyha mondjuk egy adott emeleten mondjuk egy panelza van 6 lakás, akkor legalább az, hogy ki a közvetlen szomszédod. Szerintem nem is baj, ennek azért praktikus okai is vannak sokszor. Tehát, hogyha mit tudom én, ha csak a legegyszerűbb dolgokat nézzük, hogy jön a villanyszámlás, vagy jön a vízoralóolvasó, vagy valami, hogy ott tudjál nála hagyni egy cetlit, mit tudom én, az óraállásával, vagy hogy bármilyen infót át tudjon adni, esetleg át tudjon venni a postástól dolgokat. Ezért is praktikus szerintem. Meg nem árt azért, hogyha a szomszéddal azért vagyunk jóban részben, tehát, hogy most nem akarom tényleg úgy beállítani a dolgot, mint egy ilyen érzek kapcsolatot, de azért nem árt, hogyha például elmész valahol nyaralni 1 vagy 2 hétre, ami nálam ugye fikció. Hogy akkor odafigyeljenek egy kicsit a te dolgaidra. Tehát, hogy lássák, hogy kik jönnek, mennek, gyanús arcok. De ahhoz már nagyon jóba kellene egy szomszéddal, hogy ő neki mondjuk kulcsot adjál, nem? Nem kell, hogy kulcsot adjon, viszont azért az így tök jó, hogyha mondjuk egy olyan bizalmi viszony van köztetek, hogy ha esetleg olyasmit látsz, hogy ott sertepertének a lakás körül, akkor a szomszéd megkérdezi, hogy elnézést, segítetek, valamilyen kit keresnek. Ilyenkor azért azt érzik, hogy van egy kapcsolat, hogy odafigyelnek, hogy nem lehet csak úgy, mit tudom, felnyomni a lakást, vagy oda menni, terepszemlézni, és aztán.
Te ismered az összes szemmel lakót, oldallakót, balra lakót, jobbra lakót. Kertváros az egy speciális dolog ebből a szempontból. Tehát, hogy itt előbb vagy utóbb mindenki megismer mindenkit. A közvetlen melletted lakókat az teljesen nyilvánvaló. Csinálsz ilyen közös grillezést, hogy akkor Jani grillez az utcában vasárnap kettőkor, gyertek és felszórólapozod az utcát? Nincs ilyen? Nem, nincsen. Frissen sült tofu, vargánya és szejtán hegyek? Én így nagyon-nagyon ügyelek arra, hogy egy normál, egy visszafogott, túlzásoktól mentes, nem nagyon barátkozós, de egy normál kultúrát kapcsolat azért legyen. Viszontlátásra. Igen, jó napot kívánok, igen. Viszontlátásra. Igen, nincs is jó napot kívánok, viszontlátásra. Van olyan szomszéd, akinek van kulcsa a házadhoz? Nincs. Nincsen? Nincs. Nálunk ezt a sogornőm, illetve a nővérem az, aki megoldja. Tehát, hogy nekik van, és akkor vagy náluk lehet, és akkor, hogyha valami van, akkor ők vigyeznek a kutyára, meg sétáltatják, meg etetik, meg vannak otthon. Tehát nálunk nincs olyan, hogy üres a lakás. Halljátok, zsiványok! Zsiványok! Nem tudom, ez a szomszéd kérdés, ez egy nehéz dolog egyébként. Én mindig megpróbálok olyan kedvesen barátkozni, és valahogy mindig lepattintanak. És akkor így onnantól kezdve, hogy nem nagyon erőltetem ezt a dolgot. Átmentem, bemutatkoztam, most költöztünk, meg úgy megpróbálok én úgy kedves lenni, de nem tartanak igényt a társaságomra. Ezen el kellene gondolkoznom. Vittem sütit. Hát, várjál, de ki csinálta? Azt hazudtam, hogy én. Mert hogyha ott visz valamit te csinálsz, akkor nagyon könnyen elidegenítheted az embereket magadtól, már a kezdetek kezdetén. Süti, én csináltam, kóstoljátok meg. Nem, mert az előző tulaj, ahol ott lakott, akitől megvettük a házat, ő nagyon-nagyon jóba volt a tőlünk jobbra található szomszéd idősebb házaspárral. És ezt a hagyományt ezt így meg akartam tartani, mert ezt úgy irigyeltem tőlük, hogy átmentek, ott kávézgattak, tényleg nagyon-nagyon jó volt. Oda költöztünk, és akkor ugye egyszerűen fölbögött a Feritől kapott lombszívóm, és ott éreztem, hogy ott elmenni látszik ez a dolog. És egy kicsit úgy próbáltam barátkozni, hogy amikor elmennek nyaralni, tessék hagyni, majd figyelünk a házra. Aztán volt egy ilyen nagyon fura lombhullásos ügy, hogy kinek a lombja hova hullik. Tényleg volt ilyen. Igen, mert a mi fánk átlog az ő kertjükbe, és hogy lehullott. De egy olyan fa levelével vádoltak meg, ami az egész kerületben nincsen. Tehát, hogy az én mogyorófám hullott le az ő kertjükben. És mondtam, hogy az nagyon jó, de hogy mogyorófa az utcában nincsen. Igen, tetszik látni? Ez mogyorófa levél, ez japán juhar. Látja a kettő közt a különbséget? Igen. És akkor ott úgy törni látszott a kapcsolat. Még vittem gőzőgől almáspitét. Csak akkor meg nem voltak otthon. Úgyhogy talán azért nem emlékeznek erre. És aztán úgy valahogy elhidegültünk. Megszakadt. És nem tudtam ápolni. Hát de miért nem vágják le azokat az ágakat, amik átlógnak? Hát, ami átlóg hozzájuk? Igen. De a te fádnak az ágait. És akkor Én ezt felajánlottam nekik. Majd átjött a szomszédnéni, és rakott egy baromi nagy tüzet az utcán. És bedobott egy molotov konkrétan. Nem. Ugye ősszel mindig hullanak a levelek. És a szél, ami lehullott kint az utcán, az átfújta az ő oldalukra. És a néni összeszedte, visszahozta, és a mi házunk előtt rakott egy baromi nagy tüzet, és az ott hagyta, és ott maradt a hamurakás. És így mentem ki, és mondom, Jézus Isten, ez mi? És kiderült, hogy összesepergette, és csinált egy nagy tüzet a ház, egy ilyen rituális tűzzel így megpecsételte a dolgot, majd egy ilyen hamuhalom az ott maradt, és az úgy szétfújta a szél. És akkor mondtam, hogy hát, jó. Értem én a hadüzenetet. Ja, de csak ennyi volt, egy mágiát rakott oda, vagy volt, mit tudom én, egy lámpavasra felhúzott bábú is ízére Dolce Gabbanában, és ott megnyitotta azt is, vagy ilyesmi. Volt, hogy jelezzen, hogy volt egy nagy férfi, egy kicsi nő, meg egy kis gyerek. Ott és ott lógtak egymás fele. Mindeniken volt egy krumplizsák volt a fejükre húzva, és ott lógtak lefelé, mint ahogy hívják. Nem, ezt a rituális tüzető megrakta, és akkor azóta úgy nem barátkozunk. De hogy én nekem ez a szomszéd barátkozás egyébként annyira nem is hiányzik, megmondom őszintén. A jobb oldali szomszédom nagyon jó, egy fiatal srác, nagyon jó. A pitét azt vitted, vagy dobtad? Azt így át, ilyen bumerángszerűen így át. Jaj, itt vágyva! És a terasz, hogy... Mindjárt jön a vaníliasodó. Jövök. Adjatok egy poharat. Még egyet. Ezt én még rátenném? Csöbröt!
Csupra teki. Na mindegy, úgyhogy nem, a sütivel nem értem célba, mert nem voltak otthon, de tök cuki voltam, tényleg átmentem, megcsinált a Viki, becsöngettem, és azt hittem, hogy behívnak, iszünk egy jót. Hát a Viki, miért, mert nagyon izgatott voltál, hogy nyugtasson meg valaki, Viki! Nem, mondtam a Vikinek, üssön össze valami barátkozó sütit, és akkor ezt így én átvittem, tudod, az a klasszik tálca, gőzölgő almás pite, gondoltam, hogy bemegyek, helyel kínálnak, iszunk egy kávét, felszeljük a pitét, és megbeszéljük az élet nagy dolgait. Ezt, hogy ki honnan mit fújt át. Igen, és akkor utána csöngettem, álltam ott a pitével, és akkor mint füles mackó, én nyomorultul így lelógó fülekkel így hazasétáltam, és megettem a pitémet. Kicsitek már meg, kihűl! És kérdezték, hogy ki csinált, és mondom, ez anyád pitája. Ne, szomorú voltam, azóta nem vittem semmit. Anna, nálatok mi a helyzet? A közvetlen szomszédunkkal nagyon jóba vagyunk. Négyen vagyunk egy szinten, és aki jobbra van, azokat nem is ismerem nagyon. Ha kiszállunk a liftből, jobbra megyünk, őket nem nagyon de ismerem. De ez nagy baj, hát miért nem ismered őket? Hát csöngess be egyszer hozzájuk, vigyél te is pitét. Érted? Annyit tudok, hogy horgászni szokott járni a fiatalember bringával. És néha nagyon halszal. Mondjuk ez nekem a kukkolás kategória, azért a horgászni szokott járni bringával, azért ott finoman ázta ott a konyhaablakba is nézelőd. Nem, hát egy van, hogy együtt megyünk föl, és érzem, hogy vannak nála halak. Valahova jár horgászni, ennyit tudok róla. A jobboldalival, tehát a közvetlen szomszédunk, a Vera és a Tamás velem nagyon jóba vagyunk, és az előzőkkel is nagyon jóba voltunk, de ők nagyon cukik, tehát hogy nekünk szerencsénk van a szomszédainkkal. Azt honnan tudod, hogy horgászni járnak, hogy a halakat találni pikéket, a lábtörlőt? Nem, látom a halakat. Tehát viszi haza a halat vödörbe. Tehát valahol ő jár a Dunához szerintem. Ennyit tudok róla. Hm. És a melletted lévő szomszéd velük tök jó? Nagyon jó. Igen? Tehát nagyon. Kulcsot ad, leorvas. Így van. Mi is viszont, hogyha kell, nagyon-nagyon cukik, Tamás és Vera, mindenben segítenek, megértőek, Karinának, hogyha jön a Mikulás bácsi, természetesen Mikulás hozza, de hát oda lerakja hozzájuk is a csomagokat, ők is átjönnek, akkor mondják, hogy nálunk is járt a Mikulás, és nagyon-nagyon cukik. Aha. És a sporthorgászokkal szeretnél egyébként barátkozni, úgy címpik? Nincs velük bajom, de nem szeretnék velük barátkozni. Ja, jó. Ez társasház? Hát ez egy tízemeletes ház. Így van. És egy szinten négy lakás. Igen, hát ott azért nem biztos, hogy mindenkit ismersz, nem? A kemény magot ismerem, mert ugye nagyon régóta lakunk ott, az újakat nem. Tehát az új lakókkal megszűnt ez a barátkozás. Régen, amikor oda költöztünk, akkor ez még bevett szokás volt, hogy aki oda költözik, az bemutatkozik. Nálunk van gondnok. Akkor le kellett menni a gondnokhoz, bemutatkoztunk, hogy jó napot kívánunk, Gyula, kedves Gyula, mi vagyunk az új lakók. Ez valahogy kihalt most már. Ilyen régi módi gondnokot ülök. Nem, fiatal ember. Bőrkalap, bőrkabát ülök, bírasztalnál a stemplivel. Azért egy tízemeletesben mindenkinek bemutatkozni, és mindenkivel indi egy felest, azért a nyolcadikon már nagyon boldog vagy, nem? Szóval már azért... Hello! Akik itt valaki? Én vagyok az új szabd. Bonyicki! Bocs! Ötödiken vagyunk, akkor ott már megalakulna. Szóval ott végig menni bemutatkozni hát azért. Figyelj, de nyissál feléjük. Keresd ki például itt, amin a Petinak a lemezgyűjteményéből a generától a csöngesbe hozzá. Jó barátot rakjátok fel 250 watton, aztán érten. Milyen jó, de lehet, hogy nála nem olyan zenék vannak, az a baj. De inkább a te szívedhez áll közel, bocs. Egyébként ez az elidegenedés, ez tényleg nem jó. Mindenki éli a saját életét, bele van keseredve, nyomorodva a saját életében, nem nagyon érdekel, mi van a szomszéddal, nem nagyon foglalkozol vele, félsz is tőle, magadra zárod az ajtót, nem? Mindenki bizalmatlan, nem? Nem az állatok hozzák össze az embert egyébként sokszor. Tehát, hogyha ha mindenki... Mi kecskét, hát ne, ha mit tudom, ők is, hogyha halakat hordanánk az a vödörben, szerintem előbb-utóbb így, na, ha, te most, bojli, vízközt, keszeg. Igen, pont. Sejmes durvincs. De egyébként az elején eldől ez már. Beszéltem egy Gyuri nevű hallgatónkkal, ő törzs hallgatónk, és ő nagyon jót mondott, és tényleg így van, az elején eldől, hogy szimpie, akarsz-e vele valamit kezdeni, vagy nem. Tehát, hogyha ránézel, oda költözött, mit tudom én hozzánk, a Tamás és a Vera, szimpi, aranyos volt, nekiálltunk, beszélgettünk, megismerkedtünk, hogyha olyanok költöztek volna oda, tényleg, akkor köszönsz és elmész mellett, akkor nem akarsz vele már beszélgetni, és lehet, hogy hiba, de ez így van, az rögtön eldől az a kémia az elején. Közös, ebbe igazad van, a közös érdeklődés. Persze, közös hobbi, egy csinos Én mindig nagyon-nagyon barátkozom. Én mindig nagyon-nagyon kedves vagyok, de tényleg. Tehát, hogy így volt egy olyan társasház, ahol egy... Csak évek óta mindig ugyanazol a tálca pitével. Mindig bedobjátok a mikróba. Csak a csupor más. Csak a csupor friss. Csak a csupor a vaníliasodó mindig friss.
A pita régi, de a sodó az új. A muszáj. Friss és langyos. Nem, én laktam egyszer egy olyan társasházban, ahol egy alattunk lakó nő, az mindig be akart jönni az én lakásomba. És amikor oda költöztem, még már egyébként akkor facér voltam, oda költöztem, és így, így olyan fura volt, mert úgy mindig látta, hogy jövök, akkor már ő is jött. Sem értettem, hogy mi a facér. Jön ide állandóan ez a nő. Mi a facér zaklat állandóan. És mindig úgy csinált, hogy bekopogott, hozott sütit. Elvettem tőle. Nem engedted be? Tessék? Nem engedted be? Nem, aztán már beengedtem a végén, mert mindig az volt, hogy, hogy nézett be a lakásba. Aha. És tőle én résényen kinyitottam az ajtót, és akkor mondom, hoztam sütit, kinyitotta, bejött. És egyre nagyobb társütiket hozott. Hát akkor levélbedobón kellett volna kinyújtani neki azt, amiért jött. De ez még 100 évvel ezelőtt volt Zuglóban. Lehet, hogy azt várta volna, hogy frissen kerüljön rá sodó. Híre, a híres sodó. Ő a sodót akarta? Nem, aztán kiderült, hogy körülbelül 3 szomszédon megcsinálta a nőt. Te voltál a negyedik szomszéd. Én voltam a negyedik szomszéd, és amikor elköltöztem, mondom, ez egy zuglói lakópark volt, de 100 évvel ezelőtt, akkor kiderült, hogy a 3 szomszédom konkrétan bevállalta a csajt. Tehát a csaj finoman infomániás volt. Nem értettem, mindig, amikor megérkeztem, 5 perc rá megérkezett egy tálpiskótás, ilyen csokis piskótás süteménye. És mindig így nézett befelé, hogy zavarok? Egyedül vagyok? Igen. Mindig. Van itt van nál valaki? Mondom, szia, hogy az alsó szomszéd, mondom, köszönöm, hogy menjek le a játszótérre. Hát mondom, nézd, itt lassan 28 évesen talán. Azt gondolom, hogy ennél már azért van, egész szívesen libikókázom veled egyet, de hát, mert hogy ott tudunk dumálni. Aha. És aztán, amikor elköltöztem, derült ki, hogy azért, hogy előszeretettel csinálták. És így bújtáltál előle mindig, amikor... A végén már volt olyan, hogy konkrétan leszegett fejjel mentem, meg kínált az erkélyen. Ha-hó, ha-hó, megyek vagy jövök föl hozzád, mondta ő. És egy perc múlva ott volt. Kirészte, lehet, hogy ezt túl kellett volna esni rajta. A levélbe dobom, kirészte, és megint itt van az úszkár. De vajon hogy csöngetett be? Nem, hát kiderült, hogy ő valóban... Valószínűleg olvasta ezt a kutatást már akkor, és szerette volna elmélyíteni a szomszédő kapcsolatokat. Tehát, hogy hát egy infomániás nő volt, és ezt így jött mindig. És hogy tudtad meg ezt utólag? Úgy, hogy egy ismerősömnek adtam ki az akkori lakásomat, ő oda költözött, és ott ja, és ő bevállalta. Igen. És ő mondta, hogy hallod, ez az alsó szomszéd kicsinál, Balázska. Hogyan együtt is a lakbérből, mert ez a nő, ez meg ezt reggeli. Nem tudom, mit nem csináltál vele, de iszonyatosan be van gerjedve. Igen, ott aludt a küszöbön. Próbálom hozni a szintet, de nem megy. Nem mindegy, vannak érdekes dolgok. Rengeteg SMS kapunk szomszédok kapcsán. Ha valaki esetleg vállalkozik arra, hogy most még otthon van, és van egy olyan szomszédja, akit nem ismer, és élőben leközvetíti a bemutatkozást, nagyon szívesen meghallgatjuk a hírek után, jó? Ha van egy ember valahol, aki átmegy egy másik családi házba, egy társasházba, a másik lakásba becsönget, és élőben ő most eljátsza, hogy ő egy jó szomszéd, és bemutatkozik, meghallgatjuk. És többen kérdezik egyébként a sodónak a receptjét is. A titka... Nagy fordulatszáma, lankadatlan. Egy gyereknek az... Attól megörültök az olyan sodó. 8:30 pontosan 2 percen. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:90 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Annyira jó fejek a büfések, kézet csináltak bundás kenyére. Nagyon jó arcok. Tök helyesek, köszönjük szépen. Nagyon rendben van. Szólunk bent, és hallották. És küldtek két bundi kencsit. Kérsz egyet? Nem, edd meg nyugodtan. Én már ilyenkor már fejben ebédelek. Hisz már 3-4-et ki. Megértem, hogy te már az ebédre gondolsz, hisz hamarosan 9 óra. Na, a szomszédokról beszélgettünk, ugye egy kutatás megmutatta, hogy egészen elképesztő az, hogy az emberek mennyire elidegenedtek már egymástól. Nem ismerjük a saját szomszédainkat, nem tudjuk, ki lakik közvetlenül mellettünk. Ha az utcán találkozunk vele, simán elmegyünk mellette. Nem akarunk róla tudni, becsukjuk az ajtót, nem adunk kulcsot, nem barátkozunk. Ez egyébként tényleg szomorú, és ami még érdekes, hogy ez a kutatás azt is megmutatta, hogy vidéken, ahol azért régebben ugye köztudott volt, hogy az emberek álltak, beszélgettek, tudták, hogy ki lakik itt vagy ott, már az is tulajdonképpen kihalóban van. És nem szeretik, nem tudják, nem ismerik, félnek, nem akarnak róla tudni, hogy ki a közvetlen szomszédjuk. Ez nem jó. Tendencia, legalábbis. És hát rengeteg SMS, ami tényleg ezt igazolja, hogy... Hát a legtöbb hallgatónknak fogalma nincs arról, hogy ki lakik a szomszédjában, vagy ha tudja, akkor csak azért tudja, hogy mit csinál, de a nevét például egyáltalán nem. Nézzünk egy-két SMS-t. Annyiszor hallani a szomszéd nymfomán lányáról, nekem miért csak térfigyelő nyuggerek, meg testépítő barmok jutnak alkeszekkel megfűszerezve? Kérdezi egy hallgató, ő legalább ismeri a szomszédait. Igen, de nagyon jogos egyébként a felvetés. Én annyira nem ismerem a szomszédom, hogy egyszer az alattunk lakó fia egy átmulatott éjszaka után hozzánk jött haza, hajnal 4-kor bejött, és neki állt levetkőzni, hogy lefekszik. Azt se tudtuk, hogy hova küldjük.
Panelban lakom, az én szomszédom egy mocskos disznó. Soha nem adnék kulcsot neki a lakásomhoz, igaz a bátyám se ad nekem az övéhez. Így a Steve. Bali, nem a Szepesi Niki volt a szomszédod? Kérdezi Macika. Nekünk a Gangsta Zoli volt a szomszédunk. Pozitív véleményem lett róla, ezután írja Ági. A mi szomszédunk letette a sütit az ajtónk elé egy levéllel. Üdvözlöm, ha érdeklem, csöngessen át. Ez jó domány. Ha nem lépett bele, kóstolja meg. Otthon voltunk, Balázsok, a töltényeket kerestük, azért nem tudtunk ajtót nyitni, szomszéd néni. Mi annyira jóban vagyunk a szomszéddal, hogy volt, amikor hazaértünk, a saját vécénken ült. Azért az ismerek, a kulcsot ad a szomszédnak, ő pedig éppen gittel a retyódon, nem? Fie, nem hiszed el, hogy a nővérem keresett meg egyszer, hogy reggel kiment a konyhába, és az egyik szomszédja ott főzött kávét. Ez. Igen. Ez megtörtént. De miért? Hát mert azt gondolt, hogy ennyire jobban vannak egymással. Neki is volt ugye kulcsa a lakáshoz, és mondta, hogy az ő kávéfőzőjük elromlott. És átment a nővéremékhez, és ott főzte. És a nővérem jön ki reggel, álmosan begyógyult szemekkel, mert hallott, hogy valami zörgésnek jön ki, és a szomszédnő pedig ott főzte a kávét. De ez a kábelbarát típus, tudod, akit nem tudsz elrázni, kirakod, visszamászik a kulcsikon, barátkozni akar, erőlteti a kapcsolattartást. Megvettük később ezt a lakást, és amikor költöztünk át, akkor mi is jövök fel a dobozokkal, és ott voltak bent a konyhába. Hárman. Nem lett volna célszerű visszavenni tőle a lakáskulcsotokat? Szétártam így a kezemet, és akkor így mondtam, hogy hát hello, sziasztok, hadd mutatkozzam be, mi vagyunk a lakásúj tulajdonos, hát ti kik vagytok? És akkor így kiderült, hogy ők ilyen jobban voltak, aztán én, hát mivel ugye én így a ridegtartáshoz vagyok így hozzászokva, én is így mert a kommunikáció elég egyértelmű volt, és akkor így gyorsan elhidegültünk egymástól, de képzeld el, tehát hogy én ismerem ezt a kábelbarát típust. Van ez a típus. Igen. De én azért szeretem megtartani mindenkivel így a három lépés távolságot, legyünk udvariasak, legyünk kultúrák. Fölkelsz reggel, és a szomszédod kávét főz a saját konyhádban, azért az nagyon meleg. Hát. Az nagyon. Ő egy picit túlértelmezte ezt a szomszéd. Hát én akkor mondanám neki, hogy te úgy szereted, hogy még ágyba vagy, és hozza be neked. Ja, igen. És egy kis papucsába betipek. Egy édeskével igazi tejszínjában. Köszi. Itt van egy nagyon klasszikus SMS, ami abszolút alátámasztja a kutatást. Én egy másfél év után megkérdeztem a szomszédomat a liftben, hogy hányadikra megy. A szomszédot. Ciki volt, kiröhögött. Két hete költöztünk új helyre, de még mindig nem ismerem mind a két szomszédomat, pedig már kaptunk kölcsönszéket. Névtábláról tudom csak a nevüket, állítólag a szomszéd bácsika iszogat és olyankor énekel. Még nem hallotta. Ja, és játszanék. Igen, Daci. Én jobban voltam a szomszédommal, amíg rá nem jöttem, hogy éjszaka porszívózik, utána megvertem. Jó, hogy éjszaka porszívózó szomszédot, persze. Én ismerem, mindig kukkolom a suniját, mert így járkál a kecóba, írja valaki. Tehát mesztelen csaj van a szomszédban, és ő azt kukkolja. Na ugye? De hogy lehet kukkolni a suniját? Hát lehet, hogy szembe szomszéd, vagy szembe lakik veled, és akkor ja, belátsz a lakásba. Úgy igen, hogy előfordulhat. Nekem soha nem volt ilyen szerencsém. Az én szomszédom bezárta a nagymamáját a kerti budiba, amikor elegelett belőle. Ezek után nem erőltettem a barátkozást. Azért az is nagyon kemény. Én szívesen bemutatkoznék a szomszédomnak, már másfél éve vagyunk szomszédok, de még egy hello sem csattant el köztünk, viszont a bemutatkozás nem biztos, hogy adásba kerülhet, mert többször lejátszottam neki Kassa TV Költözzel dalát, sajnos nem értette, nem beszél magyarul. Írja egy hallgatónk. Nekem volt olyan ismerősöm, aki, hát ismerősöm, hát ismerek egy olyan családot, akik például addig, amíg mondjuk nem voltam képernyőn, addig nem köszöntek. És amikor a celeb vagyok, akkor kimentünk Argentinába, és ugye ez egy nagyon sikeres műsor volt, akkor elkezdtek utána köszönni. Most megint nem köszönnek. Kéne már valami jó műsort csinálnod, nem? Hogy újra köszönjenek. Nézd, hát tudjuk, hát ha újra köszönnek, akkor megszerették a bundersőt, nem? Ha egy baltával állítanak a hátadba, akkor lehet, hogy ez nem az ő humoruk. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, Kitti vagyok. Szia, Kitti! Hello, Kitti! Mennyi idős vagy? Igen. Hát sokszor előfordul, hogy megkérdezik. Egyébként 25 éves vagyok. Igen? Igen. Iszonyú aranyos hangodon. Máshogy mondanád, ha nem lennél adásban, nem? Iszonyú nem, egyébként ilyen 17-18-nak szoktak nézni, úgyhogy... Várj, a Jani előadja most, hogy lehet máshogy is elmondani ugyanazt a mondatot. Figyeld!
Iszonyú aranyos hangod van. Kitti, mivel foglalkozol? Hú, hát én nemrég diplomáztam dizájn elmélet szakon. Lehet, hogy még erről nem is hallottatok, úgyhogy ha megjelenem. Ennyire szépen még soha nem ostobáztak. Primitív ős emberek vagyunk, persze, hogy nem hallottunk a dizájn elmélet. Hát csak azért mondom, mert hogy az Emmán mi végeztünk elsőként, úgyhogy ezért ez egy nagyon friss... Hát az Emmán régen én is. Balázsnak meg volt már az Emma. Az Emmán régen én is elsőként végeztem még a koleszba, utána jöttek haverjaim. Ja, ezek a fiúk szörnyűek egyébként, hogy mindig csak a szex, de tényleg. És akkor most mivel foglalkozol, Kitti? Hát én igazából most kiállítást szerveztem legutóbb, de írással foglalkozom, főleg kritikai írással vagy kiállításokról szoktam beszámolókat írni. Ez izgalmas. Oké, játszottunk már valaha, valamikor? Nem, soha, úgyhogy én még teljesen kezdő vagyok. Kezdő vagy még. Na jó. Milyenek a kérdések, Jani? Megnézem, mit küldtem át tegnap. Á! Könnyű, vihető. A harmadikat nem fogod tudni. De, hát, de simán lehet. Na, mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés, dedikált Egira letét. Melyik az a szám, amely egy város neve is Heves megyében? 60. Így van. És azt ismered, hogy melyik az az előadó, akinek a nevében a Gázsia is benne van? Nem. Emilio. A franc, hogy ezeket miért nem vasárnapra tartogatok? De tényleg, megint előttem egy patron. Minden patront, aztán vasárnap meg majd ott állunk, mint a hülyé. De Emilio nem mondta, hogy nem jó. Tényleg, nagyon rendben. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált, mit adunk? Szatyrot. Nagyon klassz FM-es szatyor, brutál jó, bevásárló szatyor, a nők imádják, egy önmagába visszahajtogatható kis szatyor, nagyon klassz. Így van, de ha vágsz rajta két nyílást a szemednek, bankot is lehet benne rabolni. Így szól a kérdés. Milyen kártyajátékban használják a kisvak, nagyvak kifejezéseket? Póker. Póker. Tudsz pókerezni? Nem. Nem tudsz? Nem. De akkor honnan tudtad? Hát bátyámék tudnak, meg ők szoktak, és úgyhogy már hallottam róla. Ügyes vagy. Menjünk tovább. Nehéz a harmadik. Megkérdeztetem, hogy milyen témakör. Van alkoholista a családban? Hát erre most nem tudom, mit válaszoljak. Hát hogy van-e? Nem nagy szégyen, nagyon sok alkoholista van ebben az országban. Alkohollal, italozással kapcsolatos... azoknak, akik sűrűn fogyasztanak alkoholt, könnyű kérdés. Akik ritkában isznak, vagy nincs alkesz a családban, azoknak egy picit nehezebb. Uh-huh. Hát szerintem próbáljuk meg. Próbáljuk meg, ez a beszéd. Így szól a harmadik kérdés dedikált bögrért. Figyelj, Kitti. Hány deci bor van egy hosszú lépésben? Hosszú lépésben? Ez egy fröccsfajta, ugye? Ugye? Mondtam hát én. Ugye az kell ide a rutin. Egy deci bor, két deci szóda. De, kis alkesz! Visszagatunk! Kened vágod, nagyon ügyes vagy! Köszönöm szépen, de szerintem ez nem függ össze az alkoholizmussal. Jó, humorizálunk itt ilyet. Nem kell, tudod, hogy érted, két mély ember itt mentünk. Ős emberek vagyunk. Mit mondtál, dizájn, mi? Mi vagy? Dizájn elmélet. Figyelj, Kitti, van egy nagyon szép ajándékcsomagot, dedikáljuk is neked. Jó? Jaj, bögre. De jó, köszönöm. Szatyor, egéralátét, nyakbalk, azt egy csomó minden van benne, nagyon szép, amit tudunk, aláírunk neked. Jó? Jaj, köszönöm szépen. Jó, megvan a számod, aztán lehet, hogy majd egyeztetünk. Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgass. Ciao. Köszi, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na, ügyes volt, jó játszott. Ügyes volt nagyon. 9 óra után vendégünk lesz, ha minden igaz. Érkezik hozzánk, ha ideér, Gangsta Zoli. Mert hogy 18 éves a Kártel zenekar. És erről foggatjuk majd. Ez óriási egyébként. Igen? Tehát annak idén azt mondtam volna, mit tudom én, lesz benne 2-3-4-5 év. Aztán 18 év, hogy elrepült? 18 évesek. Már hogy maga a zenekar. Úgyhogy Zoli. Itt van a szemem előtt. Melyik volt az első? A legelső Gangsta Zoli, Döglét Zoli és a Kártel? Szerintem a Puma fejbe volt a legelső, nem? Az volt az, amelyiknek az elején a Télapó volt a két nővel, a Kalasnyikovval. Hát azért ennyire nekem már nincs. Azt tudom, hogy gimnazista voltam, Buma fejbe. Én vizuális típus vagyok. Rossz vagy haver, Buma fejbe
ez a szöveg, ami lever, és egy ilyen kerítés mellett ilyen pitbull kutyákkal ilyen tüzet rakva repelt az Oli bűrosszul. Hát akkor még azért nem volt ebben annyira jó. És azt hiszem abban a klipben még szerepelt a Dope Man is, nem? Itt tudom én. Minden, jól van, majd akkor megkérdezem tőle. Hát, fogalmam nincs. Abban egyébként szerintem benne volt ilyen. 3 perc múlva, 9 óra. Zolival folytatjuk a hírek után. 9 óra múlva, 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani. Hello, szia Bali. Sziasztok, kedves hallgatók. Hello minden morning show hallgatónak. Feri nem csendes, nem passzív, nem álmos, nem rossz kedvű, nem depressziós, nincs. Se ma, se holnap. Ő lent van a Csabai Kolbász Fesztiválon, öl, szúr, ölel, iszik, fotózkodik, fotózkodik, posztol, eszik, iszik, és majd jön hétfőn. És jól érzi magát, és majd hétfőn élménybeszámolót tart, meg hoz nekünk majd mindenféle finomságot. Így van, úgyhogy Feri ezért nincs, hétfőn már lesz. És vannak friss közlekedési híreink is. Az M5-ösön az útinform szerint 28 és a 30-as kilométer között valamilyen táblát állítanak, felháborító, hogy ezt nappal teszik, és megbénul a forgalom, írta nekünk Kornél. Karbantartók dolgoznak az Ócsai lehajtónál, ez az lehet, Kecskemét irányába, ott lassul a forgalom, és igen, dolgoznak a leállósában, mégis gyökkettővel mennek az emberek, utána már minden tuti, Zsoca írta nekünk. A 83-oson Takácsiban a templomnál a rendéber őrei szorgosan igazoltatnak, üdv Lili, utóira 17 fok van és verőfényes napsütés. Nagyon szép idő van itt is, hogyha kinézzünk. Tök jó. Igen, van egy tengelsúly ellenőrzésünk Szabadegyházánál a 62-es úton, ezt Petyka küldte nekünk. Valamint az M7-es 44-es kilométerénél ezekben a pillanatokban készülnek fotózni, méghozzá Nagykanizsa irányába, mindenki ott is menjen egy kicsit lassabban. Szentendrei út, Árpád híd előtt katasztrófa, ezt Peti üzente. A 405-ös elején, a 4-es felől a szokott helyen papucsosok és a nyáratyházi pihenőnél Dabas felé mérik a 80-as táblánál közlekedőket, ott is figyeljetek. Rákóczi híd még mindig megközelíthetetlen Budáról, a Budafoki és a Szerémi út is beállt, hatalmas a dugó, valamint van még egy trafink az M3-ason, Pest felé a 185-ös kilométernél. Na, jön hozzánk Gangsta Zoli, ha jön. Ami egy jó hír. Én már azt hittem egyébként, hogy kint lesz. Most az előbb kimentem, gondoltam, kezet fogok vele. Úgyhogy, de nem volt kint senki, úgyhogy kezet fogtam magammal. De ő elindult szerintem, csak rosszul tájolta az időt, vagy rosszul mérte föl, hogy mennyi idő kell most ideérni. Valóban a rakparton indult, nem? És aztán a rakpartról felkeveredett a Hungáriára, és most a Hungárián próbál keresztül jönni. Úgyhogy nem sokára itt lesz. Mindenesetre megnéztem, az az album, amire én emlékeztem, az egy EP volt. Tehát, hogy a bemutatkozó albumuk után kiadott EP volt, az a Fehér Hó című EP, aminek az elején a télapor ruhás gangsta volt egy kalasnyikóval a kezében, meg két pórázon vezetett lúgnyával. Ennek most így utána néztél? Igen. Emlékeztem rá, az nagyon beragadt nekem az album borító. Mondjuk ők meglehetősen jó borítókat csináltak így az évek során. Az első az nem volt valami, hát ez semmilyen volt, a második is semmilyen, de utána egyre jobbak lettek. Úgyhogy szerintem ők egy nagyon jó kis színfoltja a magyar zenei életnek. És főleg az, hogy ennyi időn keresztül szinten tudtak maradni. Hol vannak már azok a bandák, akik annak idején így velük együtt, így például az Árral szemben, meg ilyenek. Az Árral szemben a Buciék voltak, igen. Ugye? A Buci meg a Benszki. Igen, a Buci nagyon jó DJ egyébként szerintem. Igen. Jókezű srác. De ők valahogy nem ezt a mainstream rap vonalat vitték, és azért kicsit így el is haltak. Mármint legalábbis ebben a formációban. Az Animal Cannibals azért ez még létezik, vagyogatnak. Ők szerintem úgy, ha soha nem fognak így úgymond feloszlani. Tehát amíg ők ketten haverok, addig Animal Cannibals is van. Igen. Mi ez a hatalmas tűz, amiről most itt az előbb beszéltél? Ja, Ausztráliában? Azt nem is értem. Az egy nagyon érdekes sztori, hogyha az, amire én gondolok, ami miatt egyébként tegnap olvastam, 200 ház égett le, az azért történt, mert az ausztrál hadsereg éles lőszerekkel gyakorolt. És elmentek egy kicsit gyakorlatozni, valahol ott csináltok egy tüzet, és ennek következőben 200 ház leégett? Nem, hát valamelyik gránát belecsapódott valami rőzsébe, vagy bozótba, és akkor onnan szépen tovább terjedt, és egy lakott területig elért. Folyamatosan van egy problémánk, tehát mert értitek, tehát hogyha van mint a nagy szárazság van, akkor nálunk is, mondjuk a halmi dűlőben rögtön kirakják a táblákat, hogy tűzgyújtás szigorúan tilos. Ez egy tök jogos dolog, nem? Van egy olyan terület, van egy olyan ország, van egy olyan kontinens, Ausztrália, orbaszájba vannak a mindenféle bozott tüzek, hatalmas problémát jelent, és nem mondják azt a
hadseregnek, hogy figyúzzatok ide, mi lenne, ha most egy kicsit mondjuk így nem gyakorlatozgatnátok éles lőszerrel, mert tudjátok, füst, láng, robbanás, de ti tudjátok ezt jobban, ti vagytok a katonák, nem? Jó, akkor most ezt egy picit hagyjuk. Kicsit gyakorlatoztak, aztán így belobbant így a környék. El sem tudom képzelni, mennyire durva lehet, amikor mondják, hogy hagyd ott a házadat, mert jön a tűz. Borzalmas. Nem? Borzalmas. És így mented, ami menthető, nyilván, amit itt tudsz vinni, a legszemélyesebb dolgaid. Megpróbálsz elállni az autóval, bepakolni mindent, amit akarsz menteni. És kész, és ott kell hagynod, ki kell költözött. Hát hányszor hallasz ilyet Kaliforniában, ugye a nagy erdőtüzeknél, hogy nem tudom, 100-200-300 lakásból kellett kiköltöztetni az embereket. És kész, vége van. Szörnyű. És ott pusztul el szinte a szemed látjára minden, amit mondjuk egy életben összetettél, vagy felépítettél, vagy létrehoztál. És a legtöbb esetben ez emberi felelőtlenség. Tehát, hogy ez nem öngyulladás, meg mit tudom én, meg ilyen meteor becsapódás, meg villámcsapás, vagy ilyesmi, hanem az, hogy az emberek egy része egyszerűen nem hajlandó tudomást venni arról, hogy nem lehet tüzet gyújtani, hogy nem lehet eldobni a csikket, hogy nem lehet szalonnát sütni akkor, amikor már mondjuk 3-4 hete, vagy éppen egy hónapja nem esett semmi, és minden száraz az erdőben, én is már számtalanszor láttam ezt. Erdőben sétak, utolsó néhány slók a cigiből, aztán be az avarba, viszontlátásra. Hát mondjuk, hogy nálunk előszeretettel tüzelik el például az erdei tornapályának a különböző elemeit, és úgyhogy... Ezt ellopják és eltüzelik? Hát vagy konkrétan kidöntik, és utána pedig eltüzelik. Óriási. Nem is értem. Óriási. Nem, na mindegy, ez van. Na, mi van az Olival? Közeledik az 50-hez. Közeledik már az 50-hez. Igen. Azt mondja, még emlékszem, amikor 95-ben Vadon Jani felháborodott levelet írt. Igen? A Metal Hammerbe. Te oda írtál? A Kártel kapcsán erre emlékszel? Valami olyasmit írt, hogy nem gondolta volna, hogy olyan értelmesnek itt emberek, mint a Piero, a nevüket adják ehhez. Ez 95-ben nagyon durva. A levél vége pedig ez volt. Térjünk már észre, emberek! Kihoztattad a Pierrot, hogy összeállt a kártellel? Nem, megvan, egyik tök igaza van, de én már ezt el is felejtettem. Tényleg, ez azért volt, mert én nagyon jobban voltam a leukémia nevű hardcore zenekarral, akiknek az Zoli beszólt az egyik szövegükben, és nem is a kártel miatt, hanem az action miatt, mert hogy ugye Sex Actionből action zenekar lett, és elkezdtek hardcore játszani. És akkor a leukémia, akik ilyen ortodox hardcore zenekar voltak, berágtak ezen, és akkor mondták, hogy most itt van a Sex Action, most éppen a hardcore a divat, és akkor most ők kitaláltak, hogy ők hardcore zenekar lesznek. Hol voltak ők akkor, amikor mi már a Mutter klubba ezt toltuk? Ja, és erre válaszolt az Zoli. Mi a hardcore cílszáz? Szevasztó! Éjjel az Árpád híd. Csodálatos. Na mi van? Honnan vagy? Hogy? Letettem 8-kor a gyereket, hogy akkor ide érek, fajnul legyen egy órám. 8-kor letettem a gyereket, elindulok az Árpád híd felé, semmi. De nyisd a följutás, akkor megfordultam, Óbudai rakpart. Óbudai rakparton le, ott egy 40 perc állás. Akkor megy egy szívinfarktus, újabb kanyar, visszafelé fordultam, és kérdeztem, hogy Megyeri híd, M3-as, és onnan rá az Hungária, és onnan lehet fajnul jönni. Picit kerültél. Nem nagyon. Nem nagyon, de jó, hogy itt vagy. Egyéb. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtatok. Ne viccelj, le vagy fogyva egy kicsit, azt látom, hogy... Nem, nagyon jól nézek ki. De úgy látom, hogy kicsit szárkásítasz. Nagyon, olyan szárkás vagyok, hogy nem lehet megenni. Nem, milyen vagy. Fantasztikus, úgyhogy most hát sportolás van, és nagyon nagy zenekarozás van, mert hogy 18 évesek leszünk, ugye biztos erről beszéltetek eddig. Én ugye a House Hopin-t hallgattam a hát mi mást hallgattál volna. Ugye? Milyen jó az? De játszok a Jumperán című dalt. De mekkora vagy, hogy még ilyen őskőleteket hallgatsz? Ez tök jó így hallani. De az nem őskőbület, a House Hopin, ez egy csodálatos jó zenekar. Nem olyan, mint a Deep Purple. Richie Blackmore a király. Csak már megbolondult kicsit. Egy fehér ír. Ugye milyen jó? Fehér ír csapat, óriásiak. Hát az a sláger szerintem eltartja őket még mindig. Egy picit nagy hatása voltak nekünk, ők meg a Cypress Hill, tehát azt a vonalat elkezdtük vinni. Na, 18 évesek vagytok. Hát ez... Így van, ezt ünnepeljük holnap. Csodálatos lesz, és olyan vendégekkel, fantasztikus Sziszka, Finucci, ezek mondanak valamit ezek a nevek neked? Ha nem, én mondom, nagyon jó. Nincs nap, hogy ne hallgatnék belé. Janinak fogadjunk, nem? Neked se? Nem.
Fantasztikus, az ország egyik legjobb rappere szerintem, a Sziszka is isteni, úgyhogy szerintem ők olyanok a mostani rapperek közül, bár ők is 30 fölött vannak, tehát már ők se gyerekek, de nagyon-nagyon tehetségesek, és ők az új lemezen szerepeltek is, és most holnap jönnek ünnepelni velünk együtt. 18. születésnap, vehetünk cigit meg piát végre. Igen, végre nem nagykorúak lettetek. Bemehetünk a dohányból. És akkor ez most maga a kártelnek a 18 éves? Ez a kártelnek a 18 éves. 95 őszén csináltuk az első lemezt, úgyhogy ez pont most 18 éve. Ez pont a Jani kérdez, a Buma fejbe volt a legelső. Hoztam, a legelső lemez volt az egyenesen a gettóból, és azon volt a Buma fejbe. Ez egy platina lemez, öcsém. 30 ezer példány. Akkor már az első platina lemezünk a harmadik lemezből lett, azért az még 50 ezerrel adott lemez. Még a Steve tekintete azóta se lett sokkal értelmesebb. Nem, de a Steve már nincs a zenekarban. Azt tudom. Viszont ő egy csodálatos férfi. Sámson. Az a Sámson Gabi, igen. Big Daddy Laci, kicsit szálkásabban, mint most. Igen, Big Daddy. Én egy kicsit pufókabban. És ott hátul pedig Lóri B, aki már egy ízével, egy kalasnyikóval áll elek hátul, nem tudom, hogy észrevette, de... Ott egy kalasnyikó, de durva. És Lóri B hát azóta egy másik úton jár. Lóri B picit megvilágosodott azóta. Igen, de imádtuk szerezőket. Pont így beszélgettük így a Robespierre. Pont így beszélgettük így a saját kártel a kapcsolatos élményeinkről, és szerintem egy zenekarnak a nagyságát semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogyha adott esetben nem csíped a műfajt, még akkor is vannak velük kapcsolatos élmény, vannak velük kapcsolatban beégett dolgok, egy lemezborító, egy videoklip, egy arc, egy duma, vagy több arc, tehát hogy mire. És szerintem a Kártel az egy ilyen csapat. Jaj, de nagyon megköszönöm ezt. És még én komolyan mondom, hogy akkor is tudnék rólatok, akkor is csípnélek benneteket, meg akkor is bírnám a dolgaitokat, hogyha nem lennél alapvetően egy rocker arc, akiről már akkor tudtam, amikor még a kártem is sehol sem volt. Én kaptam az elején ezért nagyon sokat a rap, főleg a rap hip-hop közönségtől. Hát most tök jó, hogy pont az egyik hallgatónk írta meg, hogy én annak idején írtam egy felháborodott hangvétől levelet a Metal. Hogy a Piero hogy vette a bátorságot, hogy összeállt veletek. Igen. És a Gangsta azt írtam, és megvan egyébként, mert közben beugrott, azt írtam, hogy és elővette a Gangsta Zoli a fiókban porosodó önérzetét, és beszólt az ortodox hardcore leukémia zenekarnak, igen, miközben ő egy éve játszik, ők meg 10 éve hardcore. Igen, na és akkor mi van? De ne, nincs ezzel semmi gond, de hogy csak mondod, de hogy látod, mi még mindig, a leukémia azt hiszem már nem működik, mi meg itt 18 év után pont egy nagy koncerten ünnepeljük a 18. születésnapunkat, és működő zenekar vagyunk, és nem csak egy bulit játszunk, hanem voltunk Debrecenbe kedden, óriási királybuli volt, pedig együtt játszottuk a Majka Curtis duóval, akik egy másik buliba, nagyon nagy hangos szervezés volt, ugyanott Debrecenbe egy másik klubba játszottak. Az egy ügyes szervezés. Az zseniális. Ugyanaz a műfaj keresztbe vert egymást. Igen. Igen. Az egy nagyon szép szervezés. Figyelj, de ahogy rappelsz, azért az elsőn azon már te is röhögsz, nem? Igen, az a gyermekhang egy hangon fönt pattogva. Viszont ezzel a dallal nyitunk most. Azt nem hiszem el, egyenesen a Gettóból című dallal most nyitunk, az az új, most megint összeraktunk egy új műsort, és az első dal az egyenesen a Gettóból. Annyira király az a nótlet, imádom. Nagyon nagy. Hát ez meg az igazi streetwise. Streetwise, motherfuckers. Óriásiak voltak. Meg gyakorlatilag ezt a műfajt meg tihonosítottátok meg. Mert ugye, hát a gangster repet, igen, mert volt a... Beteg vagy, hogy ennyit nyalsz? Nagyon jó feje, Jani. Komolyan, olyan szinten mész alá, hogy már én próbálom visszahozni ezt a dolgot. Lányom első kérdésem, amikor jöttem, te apa, és most mész a rádióba? Igen. És akkor találkozol Wunderschönnel és Super Sexyvel? Igen, és én... Ne hagyd, most, hogy nézze. De várjál csak annyi, hogy így mondtam neki, hogy melyik őtök, melyik, remélem, hogy te vagy Wunderschön Balázs, és te vagy Super Sexy? Igen. Sok mindenről beszélgetünk. Ez nincs eltöntve? Ez még nincs lefutva. Erről de akkor lehet nem. Ez így, mert én ezt így mondtam a lányom, hogy legyen szeretnék segget csinálni a számból. De jó, a lányomban ne hazudni. Legyen ez így. Igen. Nem, én minimál sárma vagyok. Legyen te Wunderschön. Már kutyánkat is úgy hívják, tehát a Leonka Wunderschön és a Doncika Super Sexy. Szóval mit kezdtél mondani? Ez az, hogy mindig olyan dolgokat csináltak, amik fajsúlyosak voltak. Tehát, hogy... De szeretem! Az, hogy adjátok vissza a Janit! Figyelj! Hol nem ő? Elvettem a Janitat! Hol van a Jani? Jöjjön vissza! Ez az ember itt velem szemben nem az, akit 20 éve ismerek. Mi van? Felkaptad rá a fejedet. Annak idén, amikor ugye az első hát, vadhajtás az Actionnel jött, az összeomlás albumban. Igen, akkor világosodtam meg repileg. Éppen két hölgynél tanyáztunk a Miksával, annak idején, aki a Sex Action basszusgitárosa volt, és éppen végeztünk, és a hölgyek kimentek reggelit készíteni, és ott egy vadidegen lakásban totyagunk, és MTV, a külföldi MTV, és megláttuk, kérdezni, MTV, azt hiszem, Unplugged műsor volt, és jött
LL Cool J, Mama Said Knock You Out című dal, zseniális. Unplugged-ba, két agyongyúrt indián gitárossal, és ott középen félmeztelő melegítőgatyába, és mondtam, ott a jövő Miksa. Ott a jövő. És ebből lett a Buma fejbe. Ebből lett. Az egyenes rakítom, a Buma fejbe ebből íródott meg. Így vettem le a szöveget. Mit mond? Igen, ezt lefordítottam egyez egybe, és ez kicsit átmagyarosítom. A Buma fejbe volt a Pitbull kerítés, ilyen láng. Az minden rap klisé. Az összes gangster, hardcore hip-hop klisé. Hordóban láng, igen, valahol persze. 8 kerítés. Papírlacskóba fiát inni. Hát csak. És pedig erre... itt hol lehet, de nem baj, mi akkor is úgy. Erre a Miksa mit mondott, hogy én inkább a rommá tört autókat dukoztatok fel, és adom el őket kétszer annyiért továbbra. Nem tudom, miről beszélsz. Miksa, ugye nem hallgatod. Én még akkor is nagyon örülök, amikor az Orsi lemegy a napba, te egy rebbetéttel megérkezel. Igen, ott már az valami az elindult, ott már igen. Úgy kezded érezni a dolgot, de, hát de még nem az, ahova még jutottad. Nem alakultunk ki. Akkor, még, akkor még ott nem... még nem volt tiszta stílusjegyek, nem voltak. Hát meg kell keresnünk magunkat, ne viccelj. Mára megtaláltuk. Hát, most már viszont teljesen mondjuk, az új lemez, abból pont nem tudtam hozni, mert épp a legújabbat odaadtam most a kezdet fiai DJ-ének, mert a Patrik addig nem hagyott békén, lesz egy óriási rebbul is majd december 6-án, és annak volt egy sajtótájékoztató, nagyon vágyom egy újra lemezre, mondta nekem Patrik. És ki is vett a kezelből. El kell hoznom az enyémet. Jó. Úgyhogy a Hatalmat a népnek című nagyszerű album az éppen most a Patriknál van. De... Nem haragszunk, hogy nem hoztál, ne ostorozd magad. Persze, nem, majd küldök nektek. Nem persze, nyilván. Hallgassátok, mert igazi jó gangster rap, az a jó fajta. Zolinak üzeném, hogy vigyázzon, mert így már büntethető a kártel, mint 18, ugye? Igen, ez tényleg is egy picit. Igen. Srácok, kérdezzétek már meg a Zoli, dolgozik egy szőke, dögös, bögyös rokon a NAV-nál. Zana a vezeték neve, ő tagadja, de szerintünk rokonok hasonlítanak, így a Miki. Én is szőke, bögyös vagyok, én is. Na most, hogy kicsit sportolok, kicsit megnőtt a bögyöm. De nem tudok ilyen rokonról, sajnos. Pedig ott jó lenne egy rokon. Na, és akkor mi lesz holnap? Tehát nagy buli, ahol ti vagytok? Ott, igen, mondhatom, hogy hol? Barbanegra? Nem, most már elmondtam. Hát, nem mondd már, hogy hol. Jó, nem a Barbanegra. De mondom, hogy nem mondom a Barbanegra. Nem akarom mondani, hogy B-vel kezdődik, és Arbanegrával végződik a neve. Hihetetlen szemtelen. És ott lesz este egy csodálatos repcirkusz. Döglé Zoli repcirkusza lesz, és ebben fellép Sziszka, Finucci és Fantasztikus, aki az ország legjobb rappere szerintem. Úgyhogy ők vendégszerepelnek, és hát eljátszunk mindent, amit el kell ebből a 18 évből. Mondom, egyenesen a gettóból kezdünk, onnan jöttünk. Straight from the ghetto. A nagy idolok közül kivel találkoztál? Tudom, hogy Ice-T-vel összefutottál. Ice-T, hát megvan a tetoválás, és kérlek szépen, ő alá is írta, és az volt a vicces, hogy amikor bementünk Ice-T-hez, annak idején a Vadikántal volt itt, és bemegyünk Ice-T-hez, kérlek szépen 93-ba, játszott a Vadikántal, bementünk, és ugyanazok a csajok hátul a backstage-be, akikkel mi is a Sex Sectionnál jóba voltunk. Tehát így néztem, hogy sziasztok, Ice-T. Zoli, nem kell, nyugodtan, most menjetek az Ice-T-re. Tudom, ez most egyen nagyobb név. Én is rajongóként vagyok itt, csak én most nem fogom ugyanazt csinálni, mint ki. Igen. Akkor már nagyon nagy baj van. De ezért nem kérek elnézést. Igen. 89-ben volt valami brutál tömegbunyótok is, nem? Arra te emlékszel? 89-ben az nagyon korán lett volna, kicsit most korára, tehát 98-az. 99-ben, kérlek szépen. Kösz az infót, Laci. 89-ben. Igen. Ilyet, az érettségi bankettet. 98-99 volt, és Gyöngyösi City Disco-ba jártunk, és ez nagyon szimpatikus volt, mert 24-ben engedő megtámadott minket. Tehát az jelent meg, a bulvárlapokban, Gangsta és bandája tört zúzott a Gyöngyösi Diszkóban. 5000 lemezt adtunk el azon a héten, mert van, akinek a rossz reklám, az jó reklám. Tehát a gangster rapper vagy, akkor egy ilyen hír az azt jelenti, hogy hű, de hitelesek, vegyél egy lemezt! Egyből tudom, ott a Sámson is hamutartó, szétdobálás, ott minden volt. Vasszékkel vágták fejbe a Sámson Gabit, igen. Tehát nem tudták, hogy ő vasfejű. És Sámson Gabit, és tönkrement rajta a szék. Komolyan behajlott a szék, így elhajlott a fej vissza, mi van? És a csáv, hogy nézte a széket. Semmi. A Gabit azért nehéz volt letérdelni. Igen, az nagyon kemény. A Gabi nagyon kemény volt. Tehát mi azért azt kell mondanom, hogy a 24 engedő ellen igazából azt történik, hogy visszavonulás közben csúfos vereséget szenvedtünk. Tehát a Steve-nek olyan lett az arca, mint Kvazimodo. Volt egy taktikai visszavonulás. Notre Dame-i teremőr. A Steve-et nagyon áropofonnal se lehetett fölébreszteni, nem? Tehát ő is viszonylag jól bírta, nem? Például volt olyan verekedés, hogy Steve kap egyet, és mondta, hogy így megkérdezem, mi van? Mi az, hogy mi van? Tedd már föl a kezed! Dír még egy! De most mit akarsz? És már ömlött a vér a fejéből. Mi az, hogy mit akarok? Tedd már föl a kezed, te köcsök! De mi van? Én a Steve-et imádtam. Én nagyon sok szárlatot, meg mindenfélét forgatunk. Hát a Steve-től két hosszú mondatot kipréselni azért arra nekem hát a pályafutáson fele rámen. Ezért volt az ő művész neve, halott mikrofon. Mi volt Dead Mike.
Volt olyan, ahol a Steve-vel egyedül beszélgettem, azt képzeld el. Tehát, hogy amit nem értettek oda, mondta a szerkesztő, kezdjük el forgatni. Most néhány zenéről is a szövegről. Nem én írom, nem én csinálom. Nem írom, és nem én írtam a zenét. Valahol a pólus, hogy mit tudom én, forgattunk, Starlat, leültünk együtt, és a Steve volt ott először, Szarvas Laci volt a szerkesztő, és mondta, hogy nem baj, addig valamit vegyünk föl, használjunk. Nem, hülye vagy a Steve-vel? Mit csináljak én a Steve-vel? Mi lesz? Miről beszélgessek én a Steve-vel? Legfeljebb fotót. Fotót? Imádtam egyébként. De nagyon jó arc volt. Nagyon szeretem. Ő egy pici, most láttam mostanában olyan szakállam, mint Jólu Pukkinak. Komolyan mondom, hogy tótfehér a szakálla, és ilyen nagy szakállam, de az zseniális arc, nagyon jó. Figyelj, a Steve az volt, hogy megbízható. Azt mondta neki, Steve, állj a színpad jobb oldalára, onnan nem mozdulj, Steve, odállt, és ott állt végig. Nem? Tehát ő ezt nagyon jó hozta. Az őstagok közül most már a Big Daddy-ben vagyunk ketten. Big Daddy ellaki az egyik MC, és én a másik MC. Én a Big Daddy-nek egyszer megvettem a kocsiját. Ezt nem mondott komolyan, de, én nem is tudok. De a Big Daddy járt, a Big Daddy csaja járt egy Mitsubishi Colttal, még a régi kockással, és én azt tőlük vettem meg. De nem vágott, tehát nagyon korrekt volt. De a Laci az nagyon, ő már túl pedáns néha. Tehát én képviselem a zenekarban az abszolút trehánságot, a káoszt, az anarchiát, és a Laci az meg a, hogyha egy szöszesik az autóira, akkor álljunk meg! Letörölegeti, rögtön be a szervízbe, nem esette baja, rend, ennek így kell lennie, annak úgy kell lennie, tehát ez ő nagyon vigyáz, borzasztó pedáns, minden papír rendben van, én ellenben a házszerződésemet megette a Leonka, tehát én egy zokni lóg a plafonon, embertelen trehány vagyok. Te mennyi vagy most? 40? Én most már 47-ben. 47? Na 48 leszek lassan, édesapja. És mindig a hajnalig tartó PlayStation, a hokizás, az megy, sport. És meg plusz, amikor buli van, akkor utána nagyon kellemesen szétcsapjuk magunkat. De csak én, a Laci nem. A Laci az is néha beindul, amikor úgy érzi, de amikor nem kell, akkor ő nem. Én meg ilyen kényszeresen, mint egy hülye. Tehát ez nem is értem magamat. Néha másnap mindig azt mondom, te ökör. Imádom ezt. Doppen is ott lesz, kérdezik. Ő pont nem. Sajnos nem ér rá. Sajnos nem ér rá. Ő ugyanúgy nem lesz ott, mint a City Disco-ban verekedése. Az első, aki eltűnt. Ő ott vagy, csak eltűnt, tényleg? Hopp! Négyen maradtunk. Hát lehet, hogy ment intézni, a felvette addig a gázsitokat, nem? Nem, ő azon a felvette már a jegyzőkönyvet. Fedez, Dob, hol van? Igen, Dob, figyelsz! Ezek igen, ők olyan furák, mert azért ezek ilyen régi nagy címbiségek voltak, nem csak azt, hát aztán nyilván az ember elsodorja egymás mellől a történelmi forgószél, és akkor utána már nem is nagyon tudtok kibékülni. Miket hoztál még? Pólók? Meg mindenféle kis relikviák? A platina lemez készen, itt van egy póló, az egy későbbi időszakból. Ez a kutya alól? Kutya alól vetted képen? Majdnem. Ott már ide, Leonka! Náluk ilyen rend van. Ez így a szekrényből, így húztam, hát így volt a szekrényben. Azért kérdezem, elég rosszul néz ki. Nem néz ki ez rosszul, szerintem ez gangsterre. Döglégy for president, ez egy ilyen kis aranyos póló, de azóta is vannak nagyon. Most például úgy föllendült a merchandise, most így nagyon-nagyon kellemesen viszik a pólókat, meg a lemezeket, úgyhogy most végre megint elindult ez a dolog. Nem foglalkoztunk igazából. 2000-es évek közepén eleve a rap is így kicsit lesüllyedt. Én azt vettem észre, hogy nem volt maga a műfaj. És nem is foglalkoztunk semmivel, én is csak a hűlés. Most is foglalkozom a hűlésed, most azért a zenével is próbálok, meg a körülötte lévő dolgokkal. Egyébként az a nehezebb. Tehát az, hogy koncertezni, elmenni, meg az szeretjük. Az a jó része. A háttérmeló az ember. De azt rábízátok valakire, vagy abban, hát aki benne közös, nem, közösen uh-huh. csináljuk. Van az Attila, aki apukánk egyben, pedig fiatalabb mi. Apukánk, menedzserünk, sofőrünk, szállítónk és szervezőnk, mindenesünk. És ő azért így eléggé kézbe tartja a dolgokat, mert én kézbe tartani nyilván semmit nem tudok ezzel a trehánságommal. Azt ne fura lenne, ha tennél a manager. Igen. A Laci azért az a hivatalos részeket jól intézi, meg ő azért eléggé képbe van. A többi srácokat, meg ők fiatalok, akik mögén kerültek, tudod, a zenekar, a Gajdacsik, aki gitározik, Markó Ádám dobol, és Kiszi Miki, aki a basszus gitáros, ők már a nevek zseniálisak, mert Kiszi Miki, tudod, milyen basszus gitáros? Meghalsz. Olyat bőgözik, hogy szaladnak a virslik, hogy embertelen. Figyelj, te is azok közé a nagyon precíz előadók zenészek közé tartozol. Érted, ugye nagyon precíz, igen. Hangsúlyos volt ugye az idézőjel, akinek otthon be van tározva a teljes diszkográfia. Mindenből megvan? Minden. A legutolsó lemez nincs csak meg, de hát azt mondjuk, hogy kiemelem majd egy a merch pultból, hogy akkor ezt kérném szépen, és akkor ennyi. Jó, hát akkor nekünk emelje ki két túlja. Természetrajz. Mert most azért... Hármat, Ferencem az... Ferenc most valahol éppen hal, kolbász és pálinka. Szúr, vért fog fel, sűt hagymával, és igen. Már száztisztó halott a környezetében, az egész biztos. Igen, új halálos ellenségeket szerez a sertésfajból. Szegény. Én sajnálom egyébként. Én is megeszek minden húst, de én úgy sajnálom. Én egy megbökjük a disznót, hogy rohadjál már meg. Tudod, aki elkervettük egy-két ilyen disznóvágásra, és akkor, no, Zoli, bököl!
anyádat. De egy ekkora baj, hogy már disznóvágáson is felléptek? Vagy hogy, hogy? Nem, voltunk meg ilyen díszvendég. Azt hittem, mondom, mondd, hogy nem ekkora baj, hogy már ott is felléptek. Milyen ekkora baj, minden fesztivált voltunk, te! Hanem arra meg ilyen díszmajomnak megfittem, hogy gyertek már, és hogy díszmajom, jó, akkor kajázás. És akkor néztem, hogy ó, Isten, én hát oda valahogy sem merek meg kell hallani. Igen, de oda sem merek nézni, szörny. Nagyon rossz, sajnálom őket. Ilyen jó szívű gengszterepper vagyok. Ember bármikor nyakon bökök, de disznót. Hát igen. Valaki kicsit később kapcsolódott be, írja, Zoli, mesélj arra, amikor Gyöngyösön kiverték a fogadat. Na ez óriási tév, ez tévhit. Tehát Gyöngyösön nagyon kikaptunk, és mindenkinek feldagadt az orcája, de a fogamat nem ott verték ki, hanem Szegeden, a szerencsétlen. Gyöngyösön nem, Gyöngyösön megvart az összes fogam, Szegeden vesztettem el a fogamat egy jégkorong mérkőzésen, amikor kapus vágott szájba úgy, hogy azt sem tudtam, hol vagyok, de a bárdal szájon vert a kapusbottal, az nagyon fájt. És akkor elvesztettem, kiesett a vállam, leszakadt a szám, és kiesett a fogam. És akkor bementem az orvoshoz, és akkor kérdezte a doki, hogy Zolikám, milyen sportág? Jégkorong, nagyon szép sport, jöjjön. És pont itt elől, tehát hogy kicsit... Igen, egy kilukadt a szám, hogy át lehetett nyúlni alul, ez a fogam kiesett, és a vállam meg le volt húlva ide. Tehát a herénnél is. És a doktor kérdezte, hogy panasz? Igen. Embertelen. Akkor így helyre rakták le, és mondták, hogy jó, vállilüzet helyre rakás, és akkor egy fog, és akkor készült ez a gyönyörű aranyfog. Én az egyébként de hálás vagyok annak a kapusnak, mert az is egy ilyen stílus egyet eszközölt rajtam. De közben azért, ahogy látom, azért apukaként meg tök jól helytálsz. Nem? Abszolút, igyekszem. Tehát azért a lányod igyekszem. Próbál a feladathoz téged így felnöveszteni, és hogy tanítani igen, a helytállásra. Együtt vagyunk tehát... gyerekek, tehát együtt éljük gyerekkorunkat, én a nyolcadikat körülbelül, ő meg az elsőt. De viszed Ovi-ba, mész érte. Tehát... micsoda, arra nagyon odafigyelek, hogy bármi van, akkor ha 6-kor érek haza, úgyhogy akkor is 8-ra beérünk az Ovi-ba, nincs mese, összekezdhetnem magam egy perc alatt megrázni. Szülőire beülsz? Szülőire? Még szülői nem voltam, külön már voltam. Mert azt imádnám azért megjelenni. Igen, meg hátul az a Zoli. Hát de egyébként volt már olyan, hogy bringó hintózás a Margit szigeten, bringó hintó. Gyerekekkel összes apuka már ott ült. Én 10-kor szombat reggel, pénteki buli után. Így megérkeztem 10-kor gyerekkel. Letettem, Zozi már ment a kis barátnőkhöz, és akkor beültünk, hogy akkor bringó, apukák bringó hintót. Ja, ilyen az nekem fő volt tartva, hogy hely. Igen. Beülök, kicsit büdi, és akkor a többi apuk egyik hát azon. Buli volt engem Zoli. És mondta, nem kicsi. De vették a lapot. Persze, rögtek. Ovon én hogy hív? 10-kor lefeküdtek, reggel még 4 fekvőtámasz, én majd így kiestem. Na, menjünk. Ovon én mit mond, hogy gangsta apuka vagy zanapuka? Nem, Zoli, tegeződöm az egyikkel, a másikkal is ára majdnem tegeződés szinten vagyok, tehát itt tök jobban vagyok velük, és abszolút látják, hogy én a Zozival nagyon törődök, és nagyon odafigyelek erre. Tehát nagyon jobban vagyunk. Ovon én, nem az van, hogy jön ez a brohadék, ez a kitetovált állat. De a lányodon még nincs tetkó. De hogy van, nem mi vagyok én valami vaddisztó ember? Hát csak egy picit tudod. Csak így jelzésértéke valamit már így fölpöcintem. Szúrj meg! Oda nézd csak így, hopp! Valamilyen finoman megszúrod. Egy félhátas Hello Kittyt a lányomnak. Hello, egyébként ő rendelt már rám tetoválást, tehát az már volt, hogy apa, Scooby-Doo van már? Nincs. Csak így rád néz. Hogy képzeled, hogy nem ez? És férfi voltál? Elkészült Scooby-Doo. Felrakadtál egy Scooby-Doo-t? Scrappy-Doo-t is. És elkezd vetközni, de ugye nem a csúnyádra. És nem kicsi. Nem kicsi. A combján, Zoli bal combján, ott van a Scooby-Doo. Scrappy-Doo, de már megvan megvan rendelve tényleg Hang Kang Fui. Ezeket te jobban vágod, Jani, ezeket én nem tudom. Hang Kang Fui zseniális figura, az a kutya, az a hülye karatés kutya. Édesem, ezeket ő hogy szeretheti. Na jó van, szóval akkor holnap koncert, ugye? Igen, a Barbanegrában. Na, szerint, nem ezért kérdeztem. Visszajössz a bizalmunk a hol? Barbanegrában. Holnap tehát koncert, este. A relikviákat meg akkor itt hagyni nekünk, jó? Dili vagy? Hát ez a falamról szedtem le, ne így. Lemezt hozok neked. Azt hittük ajándékot, Platina. Azt hittem, hogy hozok neked ajándékot az új lemezből, hát ne idegesítsetek föl. Bejövök hétfőn megint. Figyelj, de akkor dedikáltas már többiekkel, hogyha küldesz be, akkor hallgatóknak kiszórnánk. Kisorsoljuk, tényleg adunk neki. Nagyon jelenleg, akkor hozunk meg kisorsolni lemezt. Imádnám. Nektek is hozunk meg plusz még akkor. Hallottátok, ennek nyoma van. Így van. Hétfőn itt fogunk külni. Mentsd el, Anna. És hétfőn én itt vagyok, akkor komolyan mondom. Bejövök csak jó, ezért. De már adásban nem tudsz kerülni, nem baj. Nem, de bejövök és belevődöm. Legalább ennyit rakom. De jó lesz. Igen, már várom. Na jó. Megkubolom a Ferikét. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Új klip is készült, nincs erő, és nálatok megvan az a szám. A múltkor lejátszottátok, és nagyon jó volt. Ha akarod, hogy többször játsszák, akkor egy irodával arrébb ott a titulus, jó? Egy irodával arrébb bemegyek, és most úgyis járok boxolni, úgyhogy. Azt ott kell intézni. Azt Gyöngyösön létszik. Zolinak köszönjük szépen! Én is köszönöm a meghívást! Csá! 3:10 lesz pontosan, 6 perc múlva mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show! 4 perc múlva, 6 perc múlva,
Vagy választatok. Vagy 4 perc elmúlt 95-nek. Kinek kell szája íze szerint. 7 perc múlva már 10 óra múlt 1 perc. Ferit kérdezitek egy páran, nem sokan, hogy... Csak szemétkedünk, imádjuk. Nem, keresétek az elhullott disznókat, jó? Tehát kövessétek a Ferit, ahol nagyon sok elhullott disznó, ott van a Feri, sok vér, sok halott állat. Füleljetek, amere visít, arra indulja. Amere visít, ott bök a Feri valahol. Ő nem van a Békés Csabé Kolbász Fesztiválon, hétfőn már lesz, holnap még nem, de hozza sok-sok kis finomságot nekünk. Megy, szúr, süt, reméljük, nem lesz gond. Iszik. Majd pörzsölök! Le, te! Ennyira! Feri, egy benzinkúton vagy. Tedd le a pisztolyt. Igen, szóval, hogy Feri ezért nem volt meg egész nap. Nem azért, mert passzív, nem azért, mert csendes, ahogy sokan írjátok. Na, hívjuk a naphallgatóját. Jó? Aki ha felveszi és mondja, hogy morning show, övé az ajándék csomag. Sokan kérdezik, hol volt ez a infomán. Ez egy zuglói lakópark, csak mondom, ha esetleg oda akartok költözni. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello! Jó reggelt, Józsika vagyok. Józsika, hello, azt írtad nekünk szomszéd témában, hogy mi annyira jobban voltunk a szomszéddal, hogy amikor volt olyan, hogy amikor hazaértem, a saját vécénken ült. Ez az a sztori még egy kaposvári sztori volt, de már Budapesten. Azóta is jobban a szomszédunkkal, de már nem a vécénket használja, hál' Istennek. De mi náluk elromlott, vagy csak annyira... Nem jóban voltunk nagyon, és így is. Közös ismerősnél úgy volt, hogy így épp a reggeli kávé, és az emeletről a felső WC-ből ő úgy érezte, hogy meg kell tenni ezt a dolgot reggel. És ez nálatok, szenzációs. Igen. Honnan hívsz minket, vagy hol hallgatsz minket? Hát most épp úton vagyok, Aszót környékén munkában, de Budapesten szoktalak titeket hallgatni. Budapesten, oké, küldjük az ajándékcsomagot neked, jó? Oké, köszönöm. Köszi. Hello. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jött még egy SMS. Hello fiúk, szeretnék tőletek elköszönni, ma megyek Németországba dolgozni, és mostantól nem hallhatlak benneteket élőben. Nagyon szeretlek benneteket, minden jót nektek, puszi Kata. Kata, hát tudom, hogy nem olyan, mint az élő, de a morningshow.hu minden adás visszahallgatható, így este akár, vagy az élő adás, az online adás is megy, de ha nem tudsz minket, akkor archívból egy csomó mindent vissza lehet hallgatni. Bizony. És halkan súlyuk csak meg, hogy vannak olyan megosztó portálok, olyan videó megosztó portálok, ahol egyébként le lehet szedni az adásokat. Így van. Egy az egyben. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok egyébként a Kívánság műsorban, és rendszeresen kérnek külföldről is dalokat, és nem csak a környező országokból, hanem... De tőled? Igen. Hát nem a helyi rádiókból, hanem tudom, múlt héten volt egy holland srác, aki be is telefonált, és mondta, hogy online hallgatja az adást, és ott dolgozik. Kiindul egy traktoron, és közben szeretné hallgatni, nem tudom micsodát. Igen, itt az ausztrál, ez működik. Abszolút az ausztrál erdőtüzekről beszéltünk, és Judit és Peti írt nekünk Melbourneből, hogy az valóban szörnyű, amikor az embernek kopog meg az ajtaján, hogy most 10 percük van, hogy elhagyják a házat. Borzasztó. Tehát Németországig is eljutunk akár. Abszolút. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Köszönöm, kérdés, egy Newick slágerét hozom, aki egy magyar fiatalember, Sarlatanyában született, ő egy volt felszolgáló, tehát a vendéglátásban nagyon otthon van, és tudja, hogy kell kiszolgálni zeneileg is a közönséget, és van egy új dala, My Love, ezt hozom. 555-55-00, itt tudok Csabitól dalt kérni. Mi pedig, milyen nap van ma? Most csütörtök. Szerdát, ha megzavarodtam. Holnap 6 órakor jövünk. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Ciao.